uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hát szia. Tudod milyen nap van ma? A hét legboldogabb napja, péntek. Ennyi. Igen? Ez a hét legjobb? Hát igen. Sokaknak szerintem. Köztük nekünk is. Így van, péntek van. És megérkeztünk. Nincs annyira nagyon hideg, mint szokott. Egyáltalán nincsen mínusz például. Reggel, amikor beízítottam a kis telót, és megnéztem, hogy hány fok van, boldogan konstatáltam, hogy ma nem fogok szétfagyni. Mert hogy pluszok vannak. Uh-huh. Dühöngenek a pluszok. Dühöngenek ilyen a pluszok. Ilyen mérges pluszokat. Igen, hát a csütörtöki mínusz 6-hoz képest, azt gondolom, hogy ez a plusz 3 azért nem rossz. Ünnepi. Igen, egészen barátságos kis időjárás van. De azért a biztonság kedvéért tegnap természetesen felpatintottuk az új gumikat a Verda alá. Most nagyon magabiztosan hasítunk, majd bármer is megyünk az országban. Figyelj, körbejártam tegnap a kocsit, hazajött velem Móni, nagyon jó kis gumikat sikerült beújítanunk egy nagyon kellemes helyen. Fél év alatt. Után Dallasország mellett rakták fel az új gumikat. Nagyon udvariasak voltak, nagyon gyorsak voltak, nagyon flottok voltak a srácok. Hogy a rossz ragokat használtam, az csak a korai időpontnak tudható be. De körbejártam az autót, nézegettem, kopogtattam, simogattam. Mármit kopogtattál? A gumit. Megkopogtattad a gumit? Abban mi derült ki, segíts, mert én is megkopogtatom. Csak nekem nagyon fontos a közvetlen kontaktus az új eszközökkel. Bemutatkozzál neki? Ez csak ismerettség. Sziasztok, nincs János vagyok, én vagyok az új gazdátok, vagy mit mondtál? Akik ismernek egy picit, azok tudják, hogy én meglehetősen akkurátosan választok ki magamnak minden olyan terméket, ami pénzbe, hát mondhatni, márciusban kezdted a téli gumi kiválasztását, igen. Ami pénzbe kerül a számomra, mondjuk egy ilyen szentség, és oda mentem hozzá, és nagyon fontos nekem, hogy így hozzájuk érjek. Hozzájuk simuljak, beszéljek hozzájuk egy kicsit, úgyhogy kétszer mentem körbe a kocsi körül. Te jó Isten. Megnézegettem őket, megkopogtattam örömmel, rögzítettem, hogy még nem kell ugye szilikoznom, mert hogy még azért vadonatújak nem repedeznek se, hogy nyilván, ha hülye lennék persze, hogyha hozzájuk nyúlnék. Már most gyönyörűek. Nem be, hogy nehogy megrepedj. Már most egy kis körömvirágkrémet is tegyél rá, ahol kirepedezik, a segít a bőrnek is, hát a guminak is, jó? Biztos vagyok benne. Tegyél egy kicsit. Biztos vagyok benne, hogy ez is használ neki. Minden esetre mondom, egyszer körbe mentem, megnézegettem, hát ha esetleg előfordul olyan csúfság, hogy mondjuk egyik oldalon nem azt rakták fel, amit a másik oldalra összekeverték valami olasz cuccal, vagy valami, tehát természetesen meg nem. Se halljuk. Meg se a világ legdrágább autóján most van ez a Pagani Zonda. A Pagani Zonda, igen, ott van ilyen autó. Tudod, mi van rajta? Hát egy Pirelli. Természetesen egy amikor egy német. Nem egy olasz. Pirelli? Igen. Pirelli van rajta? B-Zero nevezetű. Pirelli Zero, így igen. Van. Nekem volt olyan gumim, nem egy rossz gumi, nagyon hamar kopik, egy szezon bír ki, de a Pirelli Zero az egy jó gumi. Jó, hogy te mentél, úgy igen. Nem, képzeld, hamar, az egy nagyon lágy gumi, a Pirelli Zero. De egyébként nem egy rossz gumi. Esőben is jó, meg. Tehát ez egy jó gumi, csak hamar kopik. Na vissza ezekhez a nagyon fontos gumikhoz, tehát kétszer körbe mentél, jó körömvirágkrém. Így van. És nagyon-nagyon örültünk neki együtt. A kutya azt hitt, hogy neki örülök, én most neki csak egy a második helyen örültem nagyon, a gumiknak annál jobban. Úgyhogy most így biztonságban vagyunk, úgy érzem, jöhetnek a fagyok. És betároztátok a nyárit, vagy hazahozta? Nem, a szóval nyárit azt ott hagytuk, illetve nem is nyári volt rajta, hanem még egy gyengébb, igen, nem egy gyengébb téli szett volt már rajta. Aha. Ja, de az már így kopotta, persze, de azok kopottabbak voltak. Látod, tehát, milyen okos, tehát építkezik. Tudja, hogy még csak kis hideg van, és kis hó, fölrak egy olyan télit, ami már 3 éves. És amikor érzi, hogy jöhet a nagy hó, a nagy hideg, akkor fölrakja az új. Ilyenek nem van kis téli, enyhe kis téli, nagyon téli, enyhe tavaszi, nagyon nyári. De 4 gumicettet forgattok. Van, igen, van zimankos, van cudar. Hát ő évszaknak megfelelően, igen. Őszi, tavaszi. De most a cudar van rajta. Most a cudar, hát most szerintem 3 évig ez jó lesz. Legalább. Már hogy ne folyamatosan, tehát tavasszal azért levenném. Vagy ugye ja, nem? Ja, hát jó, szerintem azért ahogy jön a meleg, akkor majd felpatintjuk rá az átmeneti, a majdnem a tavaszit, a majdnem nyárit. Is nyári gumit van, vagy ezt most ilyenkor már elkezded nézni? Elkezdem már nézni, mert annak is lejárt az ideje sajnos. Az újabb beruházás. Úgyhogy hát igen, de utána még az se kell majd foglalkozni egy ideig. Ja. És hát hasonló akkuratossággal kell kiválasztanom, tehát hogy ezért most már érted. Benne vagyunk jócskán a novemberben, úgyhogy el kell kezdenem nézni. Várd meg, még lecseng a karácsony, és akkor januártól állj rá nyári gumi.
hobbira szerintem. Nem, most mit csinál a két ünnep között? Legalább lenne hát, az is igaz. Az is igaz. Meg télen szokták akciózni a nyárit. Ez is igaz. Igen. Így van. Azért de télen a tavalyi nyárit akciózzák, nem? Ja, és ő meg ne, csak új nyárit akciózzák. Már vehetsz egy-két éveset is, annak még nincs baja. Na mindegy, jó van, szóval... Szóval a lényeg, hogy fölrakadtad. Így van. Nagyon helyes. Biztonságban van a vadon család ismét. Hát bárcsak ezen múlna, nem? Már nyilván ezen is múlik, de hát a többi autóson is, hogy ki mennyire ja. Biztonságban várjatok. Na? Kaparok egyet. Én annyira szorítok neked ennél az újságnál, hogy megnyert. Nézd, ha már pert nyertem ellenük, igen, akkor... Igen, ezt akartam mondani, hogy van nektek egy múltatok. Átutaltak. Átutaltak, én szabad szemmel is láthatok komolyabb összeget, hát ha még így is be tudok jelentkezni, hogy srácok, én nyertem nálatok, utaljatok. De személyesen mennél be, nyugtasd meg. Mindenféleképpen. Így az srácok. Hello, 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 nem jó a viszonyunk, de nyertem. Hello, csengessetek, megadhatom a bankszámlaszámon. Illetve ugye, nem adom meg, hát tudjátok. KP-be gyerek. Emlékszel? Nem, hát ja, emlékszel, ha utáltál. Emlékeztek rá, hiszen pert vesztettetek. Legyetek szívesek oda utalni. Mondjuk amilyen korrekt is lapról van szó, én azt gondolom, hogy találnának olyan kis apró betűs paragrafust, amiben az majd Sebestyén Balázs nálunk nem nyerhet. Lehet, hogy benne van a játékszabályzatban. Igen, apró betűs és egy külön kitétel rám, igen, hogy nem nyerhetek. Az ilyen nyeréseknél is, meg az ilyen kaparásoknál is mindig szerintem a lezserség számít, illetve egyre inkább rájövök, hogy a lezserség, mert én, amikor veszek valahol esetleg egy sorsjegyet, akkor azt is mindig úgy választom ki, hogy oda megyek, és akkor igen, és akkor balról harmadik, nem a legfőső, mert az biztos nem, és izé, tuti nem nyerek vele semmit, a Virág, ha valaha oda megy ilyen pulthoz, bármikor, akkor oda nyúl, és én kicsit unatlan levesz egyet, tuti, hogy nyer. Hát szűzkéz. Na jó, de már nem hát, szűz. Ha még az lenne. Már nem szűz, ne csináld, még csak 10. Hát persze. Jaj, Balázs. Nem már, ne ijeszkes. Jaj, kiesik a kávé a kezemből. Na, szóval, hogy a sorsélyekre visszatérve most is ezért sikerült. Miért vagy te ilyen halk? Te most halkan beszélsz, vagy hal... Tehát fáradt vagy, megőrülök. Való, nem vagyok fáradt. Na most, azért mondom, na most beszélj egy kicsit. Nem vagyok fáradt. Mondj valamit. Most mondtam valamit, azt, hogy nem vagy. Halkabb vagy, és olyan, mint én erotikusan süttögnél. Kicsit süttögött is. De most jó. De ha megüvöltök, az a baj. Nem, most jó. Én kicsit ilyen bugó erotikus hangod van, és akartam még rád adni egy kicsit. Na, hol tartottunk? A Mónika ilyenkor még ágyban fekve hallgatja Jánost, és azért kell így beszélni. Ja, hogy van még egy ilyen kis... Igen, hogy még itt suttog a fülemben. Mert olyan kis suttogos vagy, azért kérdezem. Kicsi lakás nekünk reggel, ugye halkan kell beszélnünk egymásról ahhoz, hogy a gyerek ne riadjon meg. Bármilyen jó az alvókája. Ez a reggeli lopakodás, ez egyébként tényleg szörnyű. Az ember próbálja úgy otthagyni a családját, hogy én mindig elemlámpába világítok, a flashlight üzemmódot használom, belerugok a szekrénybe, kiriasztom a házat. Tehát ez egy ilyen nyomorult 15-20 perc, amíg ott csendben próbálsz készülődni, nem? Alszik a család. Nem tudom, hogy Benni hogy áll a pakolással. Tehát, hogy így a játékainak az elpakolásával. Nem, ezt hanyagolja. Nagyon helyes. A legnagyobb csapda az otthagyott matchbox, az otthagyott dupló darab, óvatosan mész ki reggel. És azonnal igen. Kicsit van egy labdába rúgtam. Ahogy rálépsz, ugye, akkor meg is dőlsz, tehát a válladdal nyilván leversz valamit, ami a közelben van. Igen. És akkor innentől kezdve így dől az egész tudsz. Nálunk az a helyzet, hogy az asztalon van körülbelül 400-500 darab különböző ceruza, meg toll, meg rajzeszköz, mert ugye Virágnak ez az egyik kvázi hobbija, és hát ott sötétben beleakadni az asztalba, és utána pedig lerántani egy bögrét, amiben van 40 darab filctól, hát az is azért vidám tud. Ceruzák az asztalon egymás, mert lefektetve alapjára az egyiket megbököd, és így sorba. És az egész, így van. Klasszik domino elv. Igen, ugyanaz. Hát a rendes gyereket kéne nevelni nekünk is, de ilyet sikerült, azt ez van. Széthagyja, most mit csináljak vele? De hát nem tudsz mit csinálni. De el is persze. Kell a francokat, hát lehet ilyen izébe élni, hogy állandóan legyen az élén minden ott a lakásban, mert a gyerek széthagyta. Hát széthagytam, hogy összepakolja a hónap. Hát. Két nap múlva december van, gyerekek. Így, ahogy mondod. Azt a mindenit. Kérlek, szépen nyitnak a karácsonyi vásárok. Komolyan? Igen, országszerte és Budapesten is. Sőt, azt hiszem, mert szerdán el is kezdődött a dolog, de most már hétvégén, ugye adventi hétvége van, úgyhogy mindenféleképpen nyitva kell legyen. Na. Csülkök és forralt borok országszerte. Vörös Martin? Szerintem ott is lesz, ugye szokás szerint. Akkor van a bazilika mögött, én ezt kicsit jobban szeretem, az olyan romantikusabb, vagy olyan csendesebb, talán nincs az sok külföldi, de van egy csomó a városban. Hát csak az olyan picik kell ott a bazilikánál, hát nem? Mit akarsz még? Minek legyen nagy? A Vörös Marti se túl nagy, egy 10 perc alatt körbejárod, ja. De... Hát meg amit nézegetsz, ugye a sok jó áruk. Igen. Na jó van. Mi a helyzet a játékunkkal?
Hát a játékunk az erre a hétre elszállt. Elszálltunk? Hát igen, most nem olyan túl sok sikerélmény, hogy nem jutott nekünk. Gyakorlatilag 4-3-1-re mennek így a hallgatók. Elég nagy csodának kell történni, de hát így karácsony környékén, ugye éppességgel még ez is. Még hozzájuk 3-3-ra. Hát, emlékeznek rá, igen, hogy... Nem játszunk olyat, hogy a mai 2-t ér, bárki nyer? Vagy 5-1 lesz, vagy 3-3? Jó. Hát nem tudom, a hallgatók írják meg. Igen. Hagyjatok rá egy igent vagy egy nemet. Jó? Jó, nekünk jó. Ti kockáztatok, vagy 5-1, és ez egy olyan rekord, ami megismételhetetlen, vagy kockáztattok, és bevállaljátok, hogy egy megnyert hetet döntetlenre hoztok, jó? Összeszámoljuk az igeneket és a nemeket, hogy melyikből jön több. Ha viszont, tessék arra gondolni, ha viszont bejön, akkor egy olyan adó lesz a kezetekbe, ami soha többet nem jön vissza. Mert ilyen lehetőség nem lesz, hogy 5-1-re megverjetek minket. Igen, bízhatok bennünk. Tehát, hogy meg nyilván mondhatnátok azt, hogy az SMS falat, azt csak mi látjuk hárman, tehát mondhatunk bármit. De nem, abban nem csalunk. De nem, tényleg összeszámoljuk, nem. Tehát abszolút. Abban nem akarunk csalni. Na most így tényleg csak így hagyj lejjek az ördög, hogy ugye ez miért jó a hallgatóknak? Azért, elmondom, mert bármikor most mondom. Azt mondhatják, hogy figyelj, te nekem ne ugassál. Így van. 5-1-re vertünk. Ja. Volt egy olyan hét, amikor kikaptatok 5-1-re, és azt soha többet nem mossuk le magunkról. Ha több igen jön. Tehát ez a tipikus 50-50. Tehát előnyben vagy, de kockáztatsz, a dupla vagy semmi, tudod, ez az a játék. Nyerték két szettet, 1-0-ra vezetsz, mit tudom én, valaki ellen, és azt mondod, hogy dupla vagy semmi. Tehát? Három. Igen, vagy nem? A mai kettőt érjen, vagy ne? 3-3 és döntetlen, vagy 5-1 és egy lesújtott csúnya vereség, ami után soha többet nem arcoskodhatunk, soha többet nem nagy képüsködhetünk, mert mindig ott lesz, hogy oké, srácok, nyertetek, de mi egyszer megvertünk benneteket 5-1-re. Jó? Csak annyi, hogy benne vagytok, vagy nem? All in, vagy nem all in? Ez a kérdés. Írjátok meg. Majd dupla vagy semmi, és esetleg bebukjuk utána, még feldobjuk a tripla vagy semmi lehetőségét. Igen. Még hétfőn a mindenfivő utolsó hét, vagy mit tudom én. Tehát, de most már ez tényleg az utolsó lesz. Igen, a hétfő tényleg az utolsó. Na, meglátjuk. Jaj, gyerekek, jó lenne valahol elutazni kicsit, nem? Nem kicsit, nagyon. Nem kicsit, nagyon? Nem kicsit elutazni. Mondjuk jó lenne ilyen hétvégézés is. De én most pont elképzeltek valami meleg időt. Meleg időt képzelsz? Meleg időt, tengerpartot. Hát jó is az egyébként. Nem megyünk most sehova. A hatnapos munkahét, kérdezi valaki, ez rendben van, csak azon mi egy utáljatok nyugodtan, de hogy azon mi nem szoktunk nagyon dolgozni. Igen. Tehát amikor a szombatot dolgozzuk le, vagy a 24-ét, vagy mit tudom én, akkor nem. Mert az ország fele nem. Igen. A 24-ét egyébként le kell dolgozni? Nem. Várjál csak? Nem. Mert a 25-26 az ünnep. Meg a 24 is, azt oda nem piros terve. Betűs. Nem? Nem. 25-26 a karácsony, aha. A 24-et szerintem le kell dolgozni. Igen. De hát milyen rohadék dolog ez? Most komolyan mondjátok meg nekem, nem kezdeményezünk valamit? Hogy a 24-ét. Anna, a 24-ét leszoktuk dolgozni? Hát, igen. Leszoktuk dolgozni a 24-ét, Ákos? Nem szoktuk ledolgozni? De nem... De várjál, nem piros betűs ünnep. Bocsánat, most még két olyan szombat van, amikor dolgozni kell, az egyik 24-e. Így van. A másik pedig a szilveszter előtti napot kell, azt hiszem, most ledolgozni. A szilveszter előtti az oké, igen. Tehát 30-adikát? Ugye, igen. Hát a 24-e hétköznapra esik. Atya Isten, miket nem tudunk. 24. December 24. Az egy keddi nap. Azt le kell dolgoznunk? Mit csinálsz? Igen, ott van. December 24 kedd, az pihenő nap, december 7-e szombat munkanap, de hát akkor a 24-ét dolgozzuk le? Igen, és 27-e péntek pihenő nap, az december 21-én dolgozzuk le. Tehát hogy van az, hogy azon a napon, amikor neked elvileg szentestét van, még elvileg dolgoznod kéne, ami helyett egy másik napon dolgozol? Hát ez... Ja. Nem? Miért nem úgy van a karácsony, hogy 24, 25, 26, az te ünnep? Hó? Írta Jézuska, hogy... Írta Jézuska. Na mondom, hogy le kell. Igen. Abszolút. 21-7, 24-27. Így van. Ez a megoldás. Köszönöm az SMS-t. Na? Nincs mit. Ja. Hogy mikor hallgat minket? Ki írt a munkaügyi miniszter? Szóval nem lenne jó valamit elindítani, hogy a szenteste az egy teljesen, tehát az ünnep legyen? Elvileg megkapod, de hát ilyen cudar dolog az, hogy le kell dolgozni. Aha. Nem tudom, kinek kell benyújtani az ilyeneket. Nem tudom. Egy napon már egyébként semmi nem múlik. Na mindegy. Oké. Okay. Hát egyelőre nem állunk túl jól, mondhatni. Csúnya, ronda
káromkodó szavakkal jött az, hogy nem mi nyertünk. Tehát nem merik a hallgatók hozni a dupla vagy semmit. Én ezt megértem, tehát ez is lehet. Nem lepődünk meg egyébként. Tehát, nem. Hogy valamit, amit már behúztatok, kockáztattok, igazából csak miattunk értünk. Hát ezt mi sem gondoltuk. Hihetetlen, hogy komolyan. Nem lepődünk meg, de hogy mennyire gyámák vagytok. Abszolút, persze, ezzel nincs gond. Fél hét múlt pontosan egy perccel, lehet jelentkezni a játékra. Még azért jöhetnek meggondolhatjátok, igen. Igen. Ha innétek magatokban, ugye? Hogy fut a gyáva, nézd, hogy menekül. Hihetetlen. Nyilván kibukott egy kicsit ez az eredmény most, és persze meg akarjátok tartani, ugye, de hát nem mindegy. Ennyire nincs ére pucátokban, mi? Persze, fél hét múlt pontosan egy perccel jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal mi. Nyuszi. Ez itt a Morning Show. 10 perc van, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Azt hiszem, hogy mennyi az igen és a nemek aránya. Nézd előbb a nemet. Ugye az volt az ajánlat, hogy jelen pillanatban 3-1 van, és ajánlottunk egy dupla vagy semmit. Tehát vagy 5-1-re elvertek, és akkor az egy nagyon-nagyon szép győzelem. Onnan már lehetetlen visszajönni, sőt életünk végéig megkaphatjuk, hogy bármikor nyerünk. Értétek, ugye? Egyszer ti nyertetek 5-1-re, vagy belementek a dupla vagy semmibe, és akkor hozzuk 3-3-ra, hogy az is lehet. Ugye tulajdonképpen, vagy nem mentek bele. De valaki azt mondja, hogy érjen 3-at az a kockázat. Aha. Tehát, hogy 6-0? Igen, vagy 6-0, vagy mi nyerünk. Még a mi együnket, ami most megvan, azt is elveszitek. Nem igen. Rossz. Azt mondja, hogy nem, 3-an vagyunk, akkor ez most 3-nak számít. Egy büdös nagy igen, Ólin, ez Búcsi írta nekünk, egy ajándékcsomagért az igent is bedurantom, és akkor megvagytuk, írja Feri. De hát nem, azt látom, hogy inkább nem. Jött egy sima nem, lenyomom mindhármatokat. Nem, ez nem ment át. Nem ment át egyértelműen, nem. Igen. Nem is értem, hogy miért. Fityiszt. És mi van, ha a játékosra bízzuk? Tessék? Ha a játékosra bízunk, tehát aki bent van vonalban és játszani fog valamelyikünkkel, ő eldönt. Őt még hát ha bele tudjuk hajszolni egy dupla vagy semmibe? Hát aha. Benne vagyok. Bármilyen aljasságban benne vagyok, ha kijöheti még 3-3-ra. Na megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló. Halló, jó reggelt, sziasztok fiúk. Hello. Karesz vagyok. Hello, ki vagy? Karesz vagyok. Karesz, hello Karesz. Komáromból Karesz, jó reggelt, hello. Hogy ilyen korán már fönt, mit csinálsz? Rendszeresen hallgatlak benneteket reggelente, úgyhogy a mai nap meg különösen pontos, legalábbis a hallgatók szemszögéből. Mm-hmm. Igen? Hát hogy egy 5-1 győzelemmel szerintem történelmet írunk. Az történelem lenne, de egyelőre ő, a hallgatói többség úgy döntött, hogy ezt nem engedi. Tehát jó nekik a 4-1. Ők nem kockáztatnak, vagy maximum a 3-2. Hát te még dönthetsz úgy, hogy egy emberként vállalod a felelősséget, és egy dupla vagy semmit ajánlasz, de mi már ezt kierőszakolni belőled nem tudjuk. Ha csak meghajlok, nem meghajlok a többség döntés előtt. Nem is, nem is értjük, hogy miért. Hát nem tudsz elképzelni egy olyan szituációt, hogy például egy BL döntőben, amikor az ellenfél csapata 3-1-re vezet, egy perc a lefolyás előtt felveti a vesztésre álló csapat azt, hogy de srácok, mi lenne, hogy egy 11-es párbajt vívnánk, és aki berúgja, akkor az a kupa. Igen. Hát, hogy miért nem lehet erre így mondani? Igen, és aztán teljesen ővel a létfelé durantanám a labdát, és akkor egy nemzet átkozna. Hát vagy pedig behúzod, és Karesz lesz az ország királya, aki elintézte, hogy 5-1-re. 5-1-re verjék meg a fiúkat. Nagyon csábító. Igen, de nem erőltetjük, ha nem akarod. Jó, Karesz, ki legyen akkor? Balázs, én veled szeretnék játszani. Szeretnék, ha te bukna, de vesztehetek. Én már tegnap erről gondoskodtam, a helyzet az, hogy tegnap én mindent megtettem, mert én játszottam, és ugye ott még lehetett volna hozni egy 2-2-re, de simán behúztam magunknak a 3-1-et, már hogy a hallgatóknak, úgyhogy én ezt már tegnap elbuktam. Szeretném ezt tématékosabbá tenni. Szeretném még egy földő embert megrugdalni, mi, hogy már fekszünk a földön. Így van. 4-1-et akarsz. Jó, legyen, játszom én veled szívesen, de akkor nem dupla vagy semmi, megállapítottuk. Ahogy a többség kívánta az esetben. Uh-huh. Jó, legyen így. Oké, na menjünk akkor, jó? Mehetünk? 3, 2, 1, fire. Na.
Tessék, Balázs, kérdezz. Kérdezek én? Persze. Kérdezek, mivel foglalkozok, Kárez, mit csinálsz? Annának már említettem, lakatos vagyok. Lakatosként dolgozom, mióta, régóta? Cirka 20 éve. 20 éve, te jó, és egyedül dolgozol, vagy többen vagytok ott? Hát egy lakatos műhelyben általában többen dolgoznak. Ez nehéz fizikai meló, ugye? Enyhén megerőltető. Uh-huh. Van, hogy kikészül az ember a nap végére. Jársz Csont Kovácshoz, vagy valahogy súlyfürdőbe, vagy valami ilyesmit szoktál csinálni? A komáromi gyógyfürdőbe el szoktam látogatni, igen. Van komárom? Hopszi! Jaj! A búbánatba! Azaz! És igazad van, nagyon óvatosan, nagyon szépen fogalmaztál, meggondoltad, és eszedbe jutott a súlyfürdő. Haha! Hogy ott milyen jó, igen. Karesz, itt vagy? Igen, itt vagyok. Nagyon szomorú vagyok, elnézést a hallgatóktól. Milyen jó, nem vállaltam be a duplát. Éreztem, hogy nagy lafintaságra készültök, fiúk. Igen, most mi nagyon örülnénk, ti kevésbé. Illetve hát téged nem annyira szeretnének. Karesz, te keseredjél, nincs ajándékcsomag, de a hetet nem tudtad elrontani, mert hogy 3-2-re bőve megnyertétek, úgyhogy nincs baj. Ó, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Az ajándékcsomag lett volna a cél? Hogyne, hát fél éve rendszeresen hallgatlak benneteket is. Ez egy nagy lehetőség volt, amit elpuskáztam. Hát. Nagyon sajnálom. Jó van, ne keseredj át, azért ez csak egy ajándékcsomag, nem a világ vége. Lesz még lehetőség valahol, vagy naphallgatója leszel, vagy játszunk még. Nem? Hát Karesz, lehet, hogy még neked kedvez majd a szerencse. Hát, reméljük. További jó műsorokat és látok. Elszomorodtál pici? Hát ufa. Mindjárt levetem magam a székről. Karesz, ne haragudj, köszönjük a játékot, ciao. Sziasztok. Hello, szegény. Srácok, ennyit tudtam, egy szépítés. Köszönöm. Ennyi. Nagyon szívesen. Azért ez csak szett 3-2. Isten is most 3-3 lenne, ha belemennek. Tudtuk őket jobb rávenni. Jobb ez. A gólarány is számít. Igen, egy laza szépítéssel hoztuk el, de csúfosan elbuktuk 3-2-re. Jó van, szép volt. Na, szép. Jó van, na, szép volt. Ha. Mennyi volt a múlt hét? Nem emlékszem. Hú, halljátok? Nem áll marcoskodni jövő hétfőn. Most egyszer mi is megbotolhatunk. Nem, tényleg szép volt egyébként, ügyesek hallgatók. 3 perc van pontosan, 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, péntek van, hello Jani, hello Feri, hello drága morning show hallgatók, itt vagyunk friss közlekedés hírekkel, és Kornél mondja az elsőt, hello Kornél, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, sziasztok. Hello, mit láttál, merre vagy? Az M5-ös és a régi becsatlakozás az M0-ásnak, amit most már M51-esre kereszteltek. Így van, igen. Ott egy motoros baleset van sajnos, kicsit alakul a dugó. Oh, tehát akkor ez a régi nullás. A melyik irányba az? A még az M1. Tehát az M1-es irányába. Aha. Igen. Szegény. Igen. Jó, nagyon köszönjük, hogy elmutattad. Hát ugye, aki jön mondjuk az 5-ösről, akkor az tehát a korábbi új felhajtót tudja használni, és akkor az ki tudja. Igen, mindenféleképp ott kerülni kéne, hogy ne alakuljon nagyobb dugó szerintem. Igen. Oké, köszi, hogy elmondtad. Nincs, köszi, Kornél. Ciao, hello. Bocskai kerten fényképészek vannak, a Nyíregyházáról érkezőket ajándékozzák meg egy Mikulás csomaggal a krampuszok. Mátészalka környékén intenzíven esik a hó, driftelése alkalmasak az utak. Ez Gabóca küldte nekünk. Feri is elküldte a Bocskai kertes trafit, köszönjük szépen. M0-ás 28-as kilométer motoros baleset, így van. Ezt Anna is elküldte, ez ugyanaz, amit Kornél mondott. Köszönjük szépen. Valamint van most egy egészen friss. Nem, ez nem, csak közlekedésnek indult, de nem az. Le volt fizetve a játékos, ír egy hallgató. Nem volt, lebuktunk. Hát nekünk már mindegy, igen, lebuktunk, igen, megvettük a játékost. Milyen durva lenne kiderülni Annáról, hogy itt masszívan csencsel, nem? És mindenféle dolgokat ígérget, mint ajándékcsomag. Miért lenne hasonló durva? Kilepődne meg ismerve Anna. Igen, az a baj, ha nem lenne lefizetve, vagy ha le lett volna fizetve, nem ez lenne az eredmény, nem? Hát sajnos. Akkor minden hét 5-0. Igen. Jó, de ő nagyon rafinált, nagyon intelligens nő személy. Tehát, hogy egyszer azért engedett kicsit. Persze, nehogy azt hittem már, hogy itt hagyná, hogy itt 5-0-akra menj. Nem, csak éppen egy picivel nyerjünk, mert akkor nem annyira átlátszó, érted? Akkor a bundához is érteni kell. Mi van, ami drága mávos informátorunkkal? Vajon itt van? A Kavalec úr itt van? Ne.
Nem írt semmit? Nem írt, nem jelentkezett, nem mondta, hogy jó reggelt, fiúk. Hát még nem beszéltünk a Márkról, még nincs mire reagálni. Mi a helyzet, Anna? Kavalett címre iszonyú jó arc. Én ismerem őt személyesen. Igen? Ő grafomán? Nagyon-nagyon jó fej. Hát ő egy precíz, pontos ember. Iszonyatosan. Az élete, a tájékoztatás, ezt tudom róla elmondani. Uh-huh. És amelyet egy rettenetes színes egyéniség. Nagyon helyes, ugye ha valaki nem tudná, napok óta, ha bármilyen kontextusban beszélünk a NAV-ról, akkor ő, NAV-ról, hülye vagyok már, NAV-ról, nem beszélünk a MÁV-ról, igen. Állandóan ez a NAV-os pali jár az eszembe, most pont róla olvastam egy cikket, aki itt ugye teregeti a dolgokat. Szóval, hogy beszélünk a MÁV-ról, akkor ő reagál, üzen. De nem ám két sorban. Helyesbít, igazat ad, indokol, megvéd, nem? Tehát próbálja már imidzsét kicsit helyre tenni, rájuk fér egyébként. De jó arc. Nagyon. Finoman telepöltjük egy A4-es oldalt, és ezt így átküldi nekünk. És olyan van egy nagyon kultúrált, nagyon intelligens távolságtartó stílusa. De azért egyébként barátkozik. Barátkozik ugye? Is egy picit. És egyébként minden információ ott van. Igen. Igen. Hát, 9-kor már személyes üzenetet írt neked. Hát. Kedves Balázs. Igen. Nagyon helyesen tudja ezt. Jó, legyen egy ilyen kora reggeli pénteki beköszönőre való felkérés, jó? Mi a helyzet? Hol késnek a vonatok? Mire számíthatnak az utasok? Nem lódítani, az igazat kérjük. A 40 perces késés, mert a hallgatóink azonnal mondják, hogy ez nem így van, mert egy órája ülök a, nem tudom, Cegléd valamilyen vonalon. Úgy köszönjön nekünk, nem? Hm. Jelentkezzen be, hogy itt van, hallgat, kérünk egy levelet tőle. Ugye, hogy már hiányzik. Már hiányzik, hát most már napok óta kapom ezeket a leveleket, meg kapjuk, hát valamit írjon. Csináljuk neki szignált ilyen. Kérek egyet, mindjárt csináltatok egyet. Mindig, amikor... Az, igen. Így van valami. Amikor levelet kapunk, akkor ezt fogom mindig benyomni. Igen. És az elején legyen egy ilyen kis hangszoros sípolás is, amilyen egyébként szokott lenni. A gerjedés. A kattanás, ahogy bekapcsolod, hallod a hangszóróban a nagy kattanást, gerjedés. Na, anyád, megint a... Ja. Szeretetek a kicsik utasainkat. Igen, tisztelt utasainkat. De ez a vonathang is legyen, amit a Jani utánozott. A Szolnok Budapest zónázó. Várjál, figyelj, ez lesz. Na. Igen, hallgass meg. Tudom, megjöttem. Ez az? Igen. Figyelj. Jó. De jó. Nagyon szeretem. Na. Jó, ez kihangos, hogy majd betesszük effektárba, és amikor jön, akkor mindig tudjuk, hogy érkezett. Üzenetünk érkezett. Mint amikor egy SMS jön. Van ennek jogdíja, vajon ennek a zenének? Hát ez valaki kitalált, erről beszéltünk, hogy ezt valaki megírta a MÁV-nak. Biztos, hát ez ezerével ez megy. Nem a presszerék? Vagy nem volt valami, hogy ezt, vagy valami másikat a MÁV-nak a presszerék írtak, nem? Nem, a presszer a Malév zenét írta, azt tudom. Igen. Hogy ezt ő írta el, hát. Vagy... Nagyon retro, nem? Nagyon retro. Nekem nagyon lézdíjasnak tűnik egyébként. Ha csak egy forintot kap minden lejátszás után, ha csak egyet, az ország összes állomásán ez napot. De szerintem kapott érte valószínűleg legalább egy olyan 3000 forintot. Igen. Annak idején. Már jöttek hozzá kérdések egyébként. Ha hallgatja a MÁV Infós az adást, szeretném tudni, hogy Rajka felé van-e késés, kérdezi Laci. Úgyhogy már egy konkrét kérdést is intéztünk. Negyed Ákoshoz odaküldi a levelet úgyis az Imre. Hát, ha jött, hozom, ha van. Igen. Jó. Hozza a levelet még velünk. Tehát az egyetlen dolog, ami nem bosszantó a MÁV-nál, az ez a szignál, nem? Hogy ez 40 éve ugyanolyan, mert minden más is 40 éve ugyanolyan, csak ez egy kicsit bosszantó. 1900, most olvasom, hogy 1972-ben írt ki pályázatot a vasúttársaság a Szignára, amire számos jelentkező érkezett, ismert zeneszerzők is, és végül Antal Imre kapta meg a megbízást. Mint zongoraművész. Igen. Urbán folklorisztikus jellegét mi sem jellemzi jobban, mint hogy sokan azt is tudják, hogy ritmusa a vízvezeték szerelő szóra rímel. Nyomj le még egyszer. Hogy? Mi a? Micsoda? Urbán folklorisztikus. Persze. Figyelj. Víz. Na, mondjad. Vízvezeték szerelő. Aha. Nagyon jó. Vízvezeték szerelő. Várj, megkapod. Most. Vízvezeték szerelő. Hát de mi köze a MÁV-nak a vízvezeték szereléshez? Hát azt nem annyira értem. Na, mindegy. Na.
De tényleg kijön. Székely Tamás úr szerezte magát, aki nem zeneszerző, és nagyon vicces. Megívott egy fél konyakot, a legenda szerint, itt a saját nyilatkozatát olvasom, tututúzott egy kicsit, és ezt 72-ben beküldte a pályázatra. Bekintető előtte, igen, a MÁV Rádió és az elektronikai részlegének vezetőjeként a szignálok lejátszásához szükséges eszközök fejlesztési osztályán dolgozott, és így csinálta meg ezt a szignált. És mit kapott? Így lett örökbérletet? Há, minimum. Hát valami. Most egy örökbérlet a MÁV-nál az egyenesen kiszúrás, nem? Hát, tehát most, ha én veled ki akarok cseszni, akkor veszek egy örökbérletet a MÁV-nál. Mindenhol el fogsz késni, sehol nem fogsz odaérni. Szegények, hát bántjuk őket, de azért valljuk meg őszintén, most az utóbbi években azért erre okot adnak. De mihelyest helyreáll a közlekedés, megkapjuk az első reggeli levelet, azonnal beolvassuk, hogy ma reggel mi a helyzet. Na, de nézzük a jó oldalát a dolognak, hogyha nem tudnánk miért bántani őket, akkor nem ismertük volna meg Imrét. Így van. Hát mi lenne a mi Imrénkkel? Na, milyen nap van ma? János, ezt inkább tőled kérdezem. Mi van ma? Mi történik ma? Péntek 13. Péntek 13 az nem? Igen, pénteknek péntek. Pénteknek péntek? Milyen péntek? A hét legboldogabb napja, így van. Igen. Ha havi bontást nézzünk, az. Vagy tessé? Évi bontást nézzünk, vagy havi? Évi. Hát advent előtti péntek. Így van. Na, advent előtti péntek. Ez jó. Már ami? Jó, hogy mondtok. Ami? Valamint töröd a fejed már meg. Valami tudnom kell, de nem tudom. Nem azt hittem, hogy erre azonnal rávágod. Mi az? Egy Amerikából átvett szokás, ami kezd begyűrűzni hozzánk, ami kezd itt is elterjedni, asszony, ami Amerikában nagyon népszerű számomra. Valentinnak. Ne, igen, totálisan értelmezhetetlen. Fekete péntek. Most állítottat is álltadom. Mondom még egyszer, mondom még egyszer. Most kellett volna valami nagyon durva. Igen. Jaj, jó, próbálom. Oké, még egyszer. Figyelj. Fekete péntek. Nem mondod, Istenem, majd megálltelem az ütőbb. A fekete péntek Amerikában azt jelenti, hogy ilyenkor egy évben a legnagyobb hiperek, a legnagyobb szupermarketek, a legnagyobb elektronikai áruházak 50-60-70%-os leértékeléseket csinálnak. Miért ide születtem? November utolsó pénteke, háladás után, és emberek ezrei állnak egyébként egy-egy hiper előtt, várva a bebocsátást, és amikor átvágják a szalagot, vagy kinyitják az ajtót, rohannak, mint az Arnold Schwarzenegger filmben, tapossák egymást, pánikban, sikítozva, verekedve, rohannak be hiperekbe egy mikroért, egy tévéért, vagy bármilyen elektronikai szaküzletért. Ez a fekete péntek az Egyesült Államokban. De jó, hát ez egy 80%-os. Hát, brutális leértékelés. A karácsony előtt bent tartani a zsebben, az nagyon jó. Emberek állnak, alszanak, esznek, több órán keresztül várakoznak különböző nagy hiperek előtt, mondjuk egy elektronikai áruház előtt, hogy bemehessenek, és 80%-kal olcsóban vessenek tévét. Ami egy nagy dolog, én nem azt mondom, hogy ez távol áll tőlem, én azt mondom, amikor emberek, gyerekek sírva, üvöltözve tapossák egymást, és egymás testi épségét veszélyeztetve ölik egymást azért, hogy legyen egy mikrójuk. Olyan felvételek vannak az interneten, hogy az valami elképesztő. De nincs neki mikrója. Nincs mikrója, és kell neki mikrója. Na, ezért nem kell agyon taposni egy gyereket. Igen, csak nem tudja máskor és megvenni. 100 egyébként dollár helyett megveti 20 ért. Igen, tehát nincs 100 dollárja mikróra, jön a karácsony, megajándékoz a saját magukat 20 dollár ér egy jó mikróval. Szerintem ez tök jó. Meg hát egy családi bővásárlást így karácsony előtt ajándékokból meg lehet oldani. Na, de várjátok, tehát itt nem, akkor még nem láttatok ilyen videót. Tehát most maga a leértékelés az nagyon szép. De állnál ott 10 órát az elsősorban úgy, hogy lögdösödsz közben, verekedsz közben, a kisgyerekeket arrébb tolod, a nőket agyon taposod, és amikor kinyitják az ajtót, elsodorják a biztonsági őröket. Na, elsodorják. De mindjárt mutatok egy mikróról beszélünk. Milyenes? Egy kvarcgrilles. Kvarcgrilles. Hát érted? Igen, állnék. Hát de nem csak azt kell nézni, nem? Tényleg? Nem csak azt kell nézni, hogy ez most 80%-kal olcsóbb, hanem emberek agyon tapossák egymást. Egy háborúban halottak is vannak. Mi ketten állnánk a Jánossal, úgy csinálnánk, hogy én feltartom a sort, ő pedig közben előre tud menni. Nem áll. Mit vagy nem a Feri elkiáltja magát, hogy ott vannak a mikrók, és balra mutat, és jobbra vannak én valójában. Jobbra én arra elsviszolok, érted? Konkrétan van olyan, hogy fegyveres biztonsági őrök őrzik már ez a fekete pénteken az amerikai áruházakat, és van, amikor őket is megtapossák. Sírnak a gyerekek, anyukák, apukák a kezükben a gyerekekkel rohannak be, és van olyan felvétel, amikor ketten fognak meg egy mikrót, és elkezdenek verekedni az áruházban, és látszik a webkamerán, hogy két apuka verekszik egymással a mikro. Azért nem mondjátok, hogy ez
Tehát a fogyasztói társadalom ilyen típusú elzüllése azért teljesen a helyén van. Verekednek bent az áruházban. Nem tudom, én nem láttam azt a mikrót. El tudok képzelni olyan szélsőséges szituációt, hogy én is mindent bevetnék. Képes lennél erre? Tehát van egy mikró, ami egyébként 22.000 forint, de megkapott 11.000 forintért, mert ugye nem mindenhol 80%, van, ahol 50% van. 10.000 forint a zsebedben marad, 6 órát beállni egy sorba, és verekedni érte, lögdösödni, konfrontálódni, elképesztő, hogy mit csinálnak. Azért szerintem nem, de mondjuk egy 6000 forintos botmixer. Mint téged valahogy egyébként el tudnálak képzelni, hogy ott sátrazol egy ilyen elektronikai áruház előtt. Nem nonsense, vagy csak nekem fura? Hát ez, igazad van, ez az természetesen, de ha belegondolsz abba, hogy mi pénz marad zsebben, azért az egy nagyon-nagyon jó dolog, és amikor már sorba áll az ember, akkor néha nyilván ott elkapatja magát. Igen. Valamiben nagyon beleéli magát, és ott tényleg a 10 órán keresztül, ahogy mondod, ott fagyoskodik, vagy ott sátraznak, beengedik, és azt látja, hogy valaki előbb ér oda, ahhoz a már majdnem üres raklaphoz, ami már csak egy doboz van. Mutatok egy felvételt egy fekete péntekről, hogy, hogy mi történik. Nézd meg ezt a videót, vagy nézzétek meg ezt a videót. Aha. Interjúvolják őket, oké. Okay. De ő már kórházban van? Nem, ő már a sérült egyébként. Aha. Most mindegy is angi, csak a kép a lényeg tulajdonképpen. Azt nézzétek. Tehát azt látod, hogy emberek verekednek dobozokkal a kezükbe, őrjöngve. Rohangálnak, verik egymást, nézzétek, veszekednek, cipelnek, oda nézd, mennyien vannak. Direkt rángatták a kamerát, hogy ilyen drámainak tűnjön. Egyébként tök nyugodtan sétál mindenki. Nézd meg, békésen mennek be emberek. Tök boldog. Hol látsz egy eltaposás? Mennyi boldog arc. Szépen mennek be. Na most az a baj, hogy ott viszont egy doboz van és 400 ember. Igen. Mit csinálnának veled ott a tömegben? Szerintem hátradogatnának. Mint egy Michael Jackson koncertem. Nem hiszem, hogy bántanak, egyszerűen csak valaki felemel és hátradogatna a sorra végén. Mondjad, Anna. Én mennék a Janival. Igaz? Nem mondjátok már. De. Én ott állni. Hoznál kis lakritikűjét. Nem egy 100 ezres tévé, vagy egy 140 ezres tévét megveszel mondjuk 20-30 ezerért. De hogy ennyire létszükség az a tévé? Igen, ennyire. Megértem, hogy olcsóbban jó valamihez hozzájutni. Tehát nem arról van szó, de beállnál és lögdösödni, és a gyerekedet magadhoz szorítva verekednél egy tévéért. De én odaállnék. Hát őt nem vinném. Hát én verekednék. Szerintem nagyon sokan mondják azt, hogy ilyen áron akkor inkább ne legyen tévé. Hát nekem tehát azért egyáltalán nem mindegy, hogy mind nézzem majd Szilveszter köztársaság úrnak a beszédét. Igaz? De most várjatok, ne csak azt nézzük, hogy olcsóban lehet hozzájutni, mert az önmagában jó. Tehát az önmagában nyilván értelemszerű, hogy az ember elmegy leárazás, és lehet valamit olcsóbban megvesz. Miért hívják egyébként Fekete Pénteknek az áldozatok miatt? A sorbálás miatt. Amiatt hívják, igen, mert akkor a kigyózó elfeketedik a lábad, mire odaér. Az is, igen, meg az autók. Akkor a dugók alakulnak ki. 66-ban volt először azt hiszem Amerikában ez, utána kezdett begyűrűzni így Európa felé is, majd a 70-es, 80-as években, és a tömött sorok miatt hívják Fekete Pénteknek. Kígyózó autósorok és ember tömegek. Nekem az a meglepő ebben a dologban, hogy ez miért csak egy nap. Tehát, hogyha mondjuk lenne szerda, csütörtök, péntek, akkor három napra elosztva, akkor valószínűleg nem lennének ilyen jelenetek, meg de nem lennének ilyen bunyók. Ugyanígy lennének? Akkor még többen jönnének. Akkor még többen jönnének elosztva, és akkor minden nap lenne áldozat. Képzeld, aki a gyerekét odaviszi, és 8 órán keresztül állítja a gyereket a sorba. Tényleg ér ennyit egy tévé, tényleg ér ennyit egy mikró, hogy meg legyen neked, és egyébként a 26. tévét megvedd. Látod, Zsül is bólogat szerinte, igen. Tényleg ér ennyit egy mikró, odavidd a gyereket is, és 8 órán keresztül egy síró gyerekkel akarod, föllökesd magad. Azért ez döbbenet szerintem. Mert szánalmat ébreszt a többi emberben. A gyerek a legjobb fegyver. Tehát a gyereket eszközként használod. Így van, 50%-át már legyőzted, bejjebb viszed, és ha olyan a gyerek, tehát egy karcit lábla engedsz, ugye? Aha. És akkor ő szépen elgáncsolja az előtted állókat. Az élanyom meg már van olyan fizikai állapotban, hogy nagyon nagy segítség tud lenni. Figyelj, én szerintem az ott állókat nem hagyja meg a gyerek, de egyébként meg Balázs tényleg visszatér, most gondolj bele, mondjuk egy átlag embernek például Magyarországon, hogy mondjuk egy 150-200 ezres, vagy merjünk nagyot támadni, egy 250 ezres tévét megkapsz mondjuk negyed áron. Hát vagy ne tévét nézzük, nézzük egy mosógépet. Spórolás, vagy egy, így van, mosógép. 100-120 ezer forint, ami már azt mondjuk, hogy rá, hogy na, egy jó mosógép, 100 ezer. Most gondolod, de megkapod 25 ezer. De nem azzal van abban, és ez egy tök jó dolog. Ez volt? Tehát az egy jó dolog. Én azt gondolom, hogy valahol nem tudom, mi tudni kell, mit, tehát hogy a méltóságodat így megőrizni, nem? Tehát az, hogy te nekiálljál verekedni, tapossátok egymást. Láttam olyan felvételt, ahol két nő a haját húzza egymásnak, és középen van egy mosógép. Na, valami régi sérelem. Érted? Ez előtti Fekete Pénteken is. És biztos ők is
rászorulnak, de hogy, tehát, hogy és én értem meg, ne gondolja senki ez, hogy persze én könnyen beszélek, nem erről van szó. De amikor áll egy gyerek, oda leállítják, és egyébként egy felvétel, nagyon sok fekete péntekes felvétel van, sírnak a nők, akik elesnek az első sorban, és a férfiak áttaposnak rajtuk. Érted? És nem érdekli őket, hogy rálépett egy gyerek. A gyerekek azért sírnak, mert nem kapták meg a PS4-et. Tehát valójában ott tartunk, hogy te, mint férfi, egy 50%-os leárazott mosógépet megtaposol három nőt. Figyelj, tehát, hogy ez igen, már ilyen állatiasodás. És értem ugyanakkor, hogy nyilván fontos, de hát bemész, és valahogy kulturáltan megpróbálod megvásárolni. Mert tudom, hogy mit kapnék otthon, ha nem vinném haza a mosógépet. Álszentek vagytok, én nem hiszem, hogy bármelyikőtök is megtaposna egy nőt, vagy egy gyereket például, hogy legyen egy mosógépetek. Figyelj, fogyasztói társadalomban élünk. Hát az egy 100 000 forint, hogy mondjam, nem jutsz el odaig, hogy a méltóságot. Tehát, hogy azt mondod, hogy kell, szükséged van rá, és kész, és ott fogsz állni, és nyomakodni fogsz érte. Jó, persze. Egyébként Magyarországon is volt ilyen. Volt ilyen, elektronikai áruházak megnyitójánál, ott, de ott konkrét ott is bunyó volt. Hát a M1-M7 bevezető mellett volt, és oda már nem tudtak bemenni, le is zárták az átmenő forgalmat, mert azt hiszem a bejövő oldalon volt az a bolt, és nem lehetett átmenni, letették a jobb oldalon a kocsit az emberek, és a 6-sávos autópályán átmászva mentek át. Baromi nagy balhé volt. Én kicsit ilyenkor azt érzem, hogy beraknak ilyen kísérleti jelleggel egy ketrezbünket embereket, az áruház igazgató, hogy kinéz az ablakon, tudod, és azt mondja, nézd, na, jó lesz. Megcsináltuk, tudod, rög a markába, lent meg emberek az életükért harcolnak. Meg, hogy nem ott éjszakáztak, hanem ott éjszakáztunk. Ja, bocsánat, ott éjszakáztunk, bocsánat, igen. De hát Balázs, miért luxuscikkekért is megcsinálják ezt az emberek? Hát akkor az olcsó dolgokért jó, hogy megcsinálják. Miért nem csinálták meg a sorbálást az egyik nagy bevásárlóközpontban, amikor bedobták a ti telefonotoknak a legújabb modelljét? Nem álltak ott sorba az emberek éjfélkort? De valóban volt sorban állás, erről persze. És valóban ott csak annyi, hogy egy új modellért, hogy te elmondd, hogy te kaptad meg az első, hát akkor. Na de más azért egy 70% jó. Nyilván értem, más valahol számomra kulturáltan 10 órát sorbálni. Azt se jó, szerintem ennyire bedőlni a fogyasztói társadalomnak, hogy tiéd legyen az első, ez egy rohadt nagy csapda. De hogy közben ott verekedjél, az nonsens. Na jó, hát mondjuk, persze, jó. Mondjuk abban nincs igazad, az áruháznak az igazgatója nem a sort nézte, hanem egy távcsővel ott a sréhen, a másik oldalon a piros-kék áruháznak a parkolját, hogy azt nézte, hogy mennyien vannak náluk, hanem mennyien nincsenek a másikon. De rohadt kevesen vannak náluk. Beszéltem egyébként egy hallgatóval, igen, képzétek el, hogy ő Amerikába él kint, nagyon jó fej volt, Edwardnak hívják, és mondta, hogy egy 50 dolláros kabát, tehát ilyenkor 50 dolláron veszi meg, nagyon márkás dologról beszélünk, nem mondom ki, hogy melyik, 490 euró az eredeti ára itt. 50 dollárért veszi meg ő, ezen a napon. A fekete pénteken. Igen. 490 euró az ára. Kabátnak venni, de azért újatlan Jackie lesz belőle, mert leszakítják a karjait. És azért úriembernek nem ért már ki a kabáttal, igen. Ő is ott áll, azt mondja. Persze, nem, megértem, meg ott is kell, meg hát az ember nem teheti meg, akkor megvegye, csak a verekedés. Jó, ha van olyan hallgatónk, aki Amerikában van, és online hallgat minket, akkor jelentkezzen nyugodtan itt a hírek alatt. Jó, visszahívnánk mégis, hogy egy Amerikában tanuló vagy élő magyar mondaná el, hogy egy ilyet hogy kell elképzelni, hány óra sorbálás, mennyi verekedés, mi történik, látott te már, vagy részt vett ilyenen, akkor szívesen meghallgatnánk. Veszem a telefonokat, hát ha kapok még plusz infót, hova menjek sorbálni. Hát ma van, hát ma ezt egyébként kezd beszivárogni Magyarországra is, tehát egyre több helyen csinálják. De szerintem a magyarok nem biztos, hogy áttaposnának egymáson, bár fene se tudja. Megcsinálnánk ugyanezt? Valószínűleg meg, ugye? Emberek, itt is emberek. De mi kultúráltan fogunk sorbálni, Janival megígérem. Megnéznék egy videót, hogy állsz az első sorba boldog mosolyal, és abban a pillanatban, hogy kinyitják az áruházat, hogy 40-en átgázolnak rajta. Tudod, azt hiszed, hogy majdnem ott vagy, hátul benyúl egy kéz, kigáncsol téged, hátradob, és elindulnak befelé. És csak azt látni, hogy jött meg egy zombi film, hogy azt történne, hogy fönt hátradobnának, én pedig lent a lábak közt előre mászni. Mindezt miért? Mindezt miért tennéd? Mikro, hajsütő, mi lenne? Mosógép? A te második könyvedért. Ez lesz majd a dedikáláson. Az fekete péntek lesz. 7:30 pontosan 2 perccel, ha valaki Amerikában él, jelentkezzen. Mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 4-es főút Debrecen előtt egyenruhás amatőr fényképészek drága, rossz minőségű fényképeket készítenek. Ezt Atis küldte nekünk. Atisnak köszönjük szépen. És ugye a fekete péntekről beszélgettünk, hát itt ment még a vitatkozás a megszólásom kívül, de hogy mennél, de mennék, de miért mennél, de ne csináld már, de tényleg verekednék, tehát erről szólt kb. 10 percig itt a
a beszélgetés. Ugye a Fekete Péntek egy Amerikából átvett dolog, most már Magyarországon is egyre több helyen csinálják, a nagy leárazások napja, a hálaadás után, november utolsó pénteke, amikor is hát megmutatkozik az emberi mohóság és kapzsiság, gyerekek sírnak, asszonyokat taposnak, lögdösödnek, 10-15-20 órás sorbálás azért, hogy 50 dolláros dolgot megkapja 25 dollárért, vagy egy 100 dolláros dolgot 50 dollárért. 10-16 órás, 24 órás sorbálásokkal. Erre készül ma Amerika. És egyébként egyre többször van már ilyen Magyarországon is. János már be is szerezte a hideg élelmet, és készül sorbálni. Te akkor semmiképpen nem mennél egy ilyenre. Dehogy nem, biztos, hogy sorbálnék. Én a verekedés részéről beszéltem, hogy hogy a méltóságodat szerintem meg kell tudni őrizni. Nem hiszem, hogy ér annyit egy mosógép, hogy bárkin áttapossál, vagy bárkire rálépjél, vagy bárkivel verekedjél, vagy egy síró gyerekkel hagyasd magad megveretni. Persze nyilván az ember olcsóba jut valamihez, az jó. És csörögnél rám reggel egy kicsit ilyen, Jani, figyelj, hallod? Hozzám. Te most mész erre a fekete Amikor ilyet látok, én akkor azt gondolom, hogy az ember sokszor úgy tud leállítjasodni, hogy kicsit így játszanak veled a multik, tudod, és így eszközévé válsz valaminek, és hagyod, hogy... Tudod, mit mondok neked? Hogy te elmész te a jó bűnös... Szívedből szóljál, ne álságoskodj, küldj egyszer el nyugodtan. Igen. Én azt gondolom, hogy ez valójában nem a multikról szól, meg nem a vásárlásról, meg nem a tárgyakról. Ez az emberekről szól. Az a mentalitás, amiről te beszélsz, igen, sajnos. Hát, tehát, hogy az a mentalitás. Tehát, hogy igazából ezt nem kell, mert a multi... Na, de a multi hozza persze ki belőled, és ő igen, le, igen, de hogyha nem lenne benned, nem lenne ezekben az emberekben benne ez a fajta mentalitás, akkor igazából tök mindegy lenne, hogy a multi mit csinál. Igen. Kértük, hogy telefonáljanak olyan hallgatók, akik Amerikában élnek és online hallgatnak minket. Bence Texasból itt van. Hello, Bence, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Hello, te itt a Texasban, Bence? Igen, itt vagyok most. Ott most mit? Éjjel egy, éjfél, hogy vagytok? Éjjel egy talán, nem? Igen. Hát 7 óra mínusz van, most nem tudom pontosan hány óra van. Igen. De 7 óra mínuszban vagyunk. Na, akkor hamarosan kezdődik a Fekete Péntek? Hát már igazából elkezdődött, mert most mentünk el a Walmartba, az itteni nagy helyi boltba. És? Mert én egy kisvárosban vagyok, aztán itt már több száz méteres során. Atya Isten! Óriás. Ott miért megy a harc? Például egy Walmartba mihez lehet hozzájutni olcsóbban? A Walmart az igazából mindenféle, tehát elektronikai dolgok azok, amik főleg olcsóbbak. Most van egy tévé például, mit tudom én, majdnem egy méteres van, 20 ezer forintért LCD tévé. Amit én most néztem, de van például most Arkansasban a mellettünk lévő államban, az egyik barátom, ő próbált egy másik tévér így harcban állni, mert ott elvileg egyetlen egy tévét akartak így olcsóban adni, most nem tudom pontosan milyen áron, de valami 80%-os leértékelés volt, és sikerült beállni az elsőként a sorba, mert már tegnap este 10 óta ott állt, és mert hogy reggel 6-kor nyit a bolt, aztán a mögötte álló ember egy kicsit mogorvábra vette a figurát, mert a kabátja alól előhúzott egy pisztolyt, aztán mondta neki, hogy az most az övé lesz, aztán inkább hazament a barátom. Mondta, hogy akkor kis srác, állják ki a sorból, mert nálam van egy fegyver? Persze. Hát, Atya Isten. Ez így megy. Atya Isten. És ő mit akart megszerezni? Mert a barátod mire várt? Vagy mit? Egy tévére. Most nem pont az, amit én mondtam a Walmartban, de valami más, mert mindenhol más. Minden Walmartban, minden boltban más, ugye nem ugyanaz mindenhol a leárazott. És akkor hogy csinálják, ahogy a videókon látni, hogy megnyitja, egyszerűen kinyílik a kapu, átvágják a szalagot, vagy arrébb húzzák ezeket a kordonokat, és így... Igen. Hát kinyitják a kaput, és akkor onnantól mehet a rohanás. Atya Isten, te voltál már így, hogy te is berohantál, nyomultál, verekedtél, vagy téged vertek? Nem, én tavaly voltam kint először, akkor nem álltam itt sorba, akkor egy ilyen nagyobb plázába mentünk, akkor rengetegen voltak, de akkor nem volt semmi ilyesmi. Aha, tehát akkor nem volt ulakodás. Akkor nem. Te mit csinálsz? Kint élsz? Kint tanulsz? Igen, én kint tanulok Arkansasban, és most az egyik, hát kint úszom is, és az egyik csapattársam, amik meghívtak magukhoz. Velük vagyok most. És akkor mit mondtál, hogy mennyivel olcsóbb? Tehát mondjuk egy 300 dolláros tévé, vagy 50 dollár? Vagy hát, most láttam egy, tehát amit én néztem, amit lehet, hogy megvennék, azt most láttam, hogy 600 dollár helyett 100 dollár. Például. Ez hogy lehet, hogy ilyenkor áfizetés, vagy valójában annyi a tévé igazi ára?
Ugye, mert itt mindig az a kérdés, hogyha 100 dollárért is oda tudja adni, akkor az a tévé valójában 100 dollárt ért? Vagy 80-at, és még keres rajta 20-at, és a 600 az így áll? Hát több, mint valószínű, szerintem még ennyibe se kerülne. Még ennyibe se kerül. A készlet kisöprés, jön az új. Ez is benne van. Te ma mit veszel? Miért mész verekedni? Hát én most főleg a tévé, meg hát karácsonyi ajándékok. És mennyit vagy képes állni egy tévéért? Tehát mi lesz, mire lőtted be, hogy mennyit vársz? Hát ez 100 dollár. Nem úgy értem, időintervallumban, tehát körülbelül mekkora várakozás van? Hát nem tudom, most azért órákat nem akarok sorba állni érte, de tehát én nem fogok oda menni hajnalba, de azért nem lenne rossz. Vagy tehát mondjuk egy fél órát állnék érte, vagy egy órát mondjuk. Hát az egész. Tényleg annyival olcsóbb. És mi van, ha bemész és addigra elfogy? Az is meg lehet, vagy megtörténhet, nem? Hát akkor megszívtam, igen. És már most hosszú tömött sorok állnak a reggel 8-as nyitásra, ahol elmentetek ott a Walmart-tel? Igen, de mondjuk itt mi egy kisvárosban vagyunk, ahol egy Walmart van, és mindenki ide megy, mindenki oda megy, de mondjuk egy nagyvárosban, ahol mondjuk van, nem tudom, egy 10 pláza, ott nyilván azért más a helyzet. Tehát én amikor kimoltam, akkor Floridában voltam, akkor egy nagy plázában voltunk, és gondolom van ott, ez ott van jóval több is, szóval ezért nem volt akkora tumultus szerintem. Aha, tehát ott nem volt verekedés, de kemény. Nem. Na hát Bence, hát ügyes legyél, akkor köszönjük szépen. Hogy szoktál minket? Online-t hallgatsz minket? Vagy nyilván? Persze. Igen, online, de most éppen az egyik barátom mondta, hogy kéne írnom egy e-mailt, mert hogy én nem hallottalak titeket, hogy kerestek Amerikában élő magyarokat, csak ő mesélte nekem, aztán gondoltam, hogy írok. De jó vagy, Bence, hát köszönjük szépen. Hát vigyázz magadra, akkor is reméljük, hogy sikerül megszerezned a kis tárgyat, amiért harcolni fogsz majd. Jó van, köszönöm szépen. Ciao, Bence, adjál köszönjük, adjál neki. Hello, ciao. Hello. Annélet kemény, nem? Az utolsó évként, amikor előkerül egy pisztoly a kabát alól, az hello, szevasz. Én vagyok az első, és enyém lesz a tévé. Nem, én vagyok a... De... Ott azért te is feladnád a kis tofu hűtődet, vagy nem tudom. Persze. Sőt, ön támaszkodj a hátamra addig, hogy ne fáradjon. Érted? És pisztolyt húz elő egy mikróért, vagy egy tévéért. Tehát hova tovább, nem? Jó, mondjuk Texas, hát ott más a mentalitás. Igen, náluk mindenkinél. Köznapi. Mindenkinél van. Nagyon jó SMS-ek jöttek még egy-kettő a játék előtt. Csak hogy miket írnak a hallgatóink. Amikor Magyarországon megnyílt az első Hyundai, az első 100 ember ingyen kapott egy általa választott farmert. Ott is lögdösödés, taposás, majdnem verekedés volt, pedig ott kb. 10 000 forintos dologról volt szó. Az emberek ennyire kapzsik, ilyenkor nincs jó módor meg etikett. Írja Jutus. Na igen, szóval azt gondolom, hogy aki ott az elsősorban verekszik, nem biztos, hogy félmeztelenül ment oda, mert hogy ez az első farmerje lett volna. Ugye? Mondom, tehát, hogy nem erről szól ez valójában. Ez a 10 000-es, ez aranyos, de én úgy emlékszem, hogy amikor az első gyors étterem megnyílt, emlékeztek? Persze. Akkor ugyanaz volt, hogy azt hiszem adtak talán nem tudom hány darab ingyen hamburgert. Igen. Fejenként egy. És ölés volt. És azért is ölés igen. volt. Tehát hát nem és a 10 000-es farmer. Ott egyébként nem egy napon keresztül volt, tehát én konkrétan ott voltam egy párszor a sorban. Ott álltál a sorban? Persze. Nem hiszem el. De hát ott nem az volt, hogy ez még a City Grill volt, vagy melyik volt? Nem. Hát ez az első talán régi postai. Akkor az első Meki. Igen. Tehát, hogy ott nem az volt, hogy egyszer volt ez, hanem heteken keresztül mindig, amikor elmentél, hogy egyél egyébként egy korrekt hamburgert, akkor beálltál a sorba, és végigállt az utána, na jó, az egy hamburgereddel nagyon büszkén mentél, és ültél. Igen, de ott a sor arról szólt, hogy ott az újdonság volt, tehát ott már nem leértékelés volt, igen. Ennyire új volt, hogy mindenki egy hambit akar tenni. Igen, az első régi postai megkínél. Igen, de abban jócskán volt sznobizmus is, tehát azért hát kíváncsi voltál, nyugatról jött, meg akartad kostolni. Az elején ingyen is, az elején volt valahány darab. Tehát egy sült krumplit meg, és ott ültél órákig vele. Lidlben is volt hasonló pár éve, 120 forintos ékrém, 39 forintért verekedtünk, öltük egymást, 160 darab vettem. És hova tett? Mély hűtő. Balázs, te nem verekednél egy Federer Nadal Roland Garros döntőre szóló VIP belépőért, amit csak 5 000-ért adnának, kérdezi Pali. Nyilván az ember megpróbálna megszerezni, de nem verekedne. Balázs, cseréld le a munkatársaidat, ezek állatok. Nem kell azért a lögdösödésért Amerikába menni, nálunk ez van reggelente az STK előtt. Szekények, igen. Hülyének néznek bennünket? Ezt megnyertük, jövő héten nyertünk 5... Ja, ez már nem az, igen. Igen, ezek már nem azok az SMS-ek. Jó, oké, na megyünk tovább, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai.
Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Zsolti, hello Zsolti! Sziasztok! Zsolti, honnan hívsz minket? Ceglédről. Ceglédről? Ó, mit csinálsz? Hát most kérlek szépen itthon vagyok, haza látogattam már. Honnan? Washingtonból. Ó, hát tele vagyunk. Amerikából. Amerikában élő magyarok. Washingtonból jöttél Ceglédre? Nem, nem, én magyar vagyok, csak kimentem dolgozni buszsofőrként. Buszsofőr, aha. Azért nem akármilyen változás egy Washington Cegléd, nem? Tehát egy... Igen. Próbáltam egy kicsit nagyobban terjeszkedni. Igen. Oda átállni, meg onnan visszaállni azért az igen, nem egyszerű. És mennyi ott a távolság, amit vezetsz buszsofőrként? Hát napi 300 kilométer. Napi 300 kilométer. Nem rossz. És most meddig tart a hivatalos látogatásod hazánkban? Hát most itthon vagyok karácsonyig, és január 10-én megyek vissza. 11-én indul a repülőgépem. Ilyenkor fizetik a hazajövetelt? Vagy besegítenek? Persze, természetesen. Hát azok a borravalókból, amik elég szépek, azok össze szoktak jönni, szóval... Aha. Bocsát, a buszsofőr hol kap borravalót? Hát szoktak adni. Mikor kedves az utassal az ember, akkor szoktak adni. Van egy külön... Magyarországon is előfordul az ilyen. Távolsági buszokon szokott, igen. Aha. De van egy külön tálkád, amit kiraksz, és akkor rá van írva, hogy borravaló, és abba bedobálnak? Vagy hogy? Nem. Hát megvan, hogy mennyi a buszjegy. És akkor mondja, hogy köszönöm szépen. Ja, hogy ilyen első ajtós felszállás, távolsági buszal Amerikában, persze, akkor ott veszik meg a jegyet nálad. Hát van, aki már meg lehet azt előre is venni, de van, aki ott is megveheti. Hogyha éppen nagyon rohant, aha, és nem bírta megvenni, vagy valami, akkor azt megvehetik nálam, vagy hogyha megkér valahol, hogy álljak meg, megállok, akkor leszokott oda tenni 1-2 eurót. Aha, te mondjuk elég lassza vagy, hogy ott állsz meg, ahol akarsz. Hát... De kaptam már érte elég sok le. Hogy mondjam, ilyen okosságot, hogy nem szabadna, mert az nem megálló, de... Vagy. Igen, sokan ez sokszor de hát ez a vaj szíved, ugye? Na, igen. Igen. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Valószínűleg húsgombócért állnak sorba. Egy svéd bútoráruházban. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Na. Jaj, hát ez... És együtt, Óven bácsi, Beru néni együtt. Ráadásul együtt énekeltek, igen. Hú, hát nem tudom, ez valami ilyen, szerintem műhelybe autót szerelnek éppen is. Igen, de már volt az ének is, Zsolti, figyelj. Mutassuk még egyszer? Mutassátok, igen. Figyelj, mutatjuk. Na? Egy kicsit hosszabban, ha lehet. Akkor viszont kivettük a sapkát, jó? Figyelj! Jó. Nincs meg? Hát, ha ennyiből nem tudod, akkor biztos, hogy ez nem lesz meg. Ez nem lesz meg, igen. Mutatjuk, hogy mi lett volna az eredeti, jó? Jó. De egyébként ez egy jó dal, nem? Nagyon jó. Jó hangulata van. És Simon & Garfunkel. És erre gondoltam, csak a címet nem tudtam sajnos. Jó lett volna már, a csend hangja. Hát jó lett volna. Viszont a Silent igaz. Jó lett volna, pedig a kávét a bögrébe ittam volna kint, és mondtam volna az utasoknak, hogy az otthoni rádiósoktól kaptam. Igen, vagy abban gyűrhették volna az $1-osokat, ha megállsz. Igen. Zsolti, köszönjük, nem tudjuk. Nagyon szívesen. Jó munkát neked, ha visszamész Washingtonba. Köszi! Köszi! Ciao, sziasztok. Hello. Na, egy perc múlva 8 óra, újra jönnek a hírek, aztán folytatjuk mi is. 8 óra múlva 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, november utolsó péntek, a fekete péntek, ugye Amerikában és már néhány hiperben, meg elektronikai áruházban most is, ugye kezd ez a dolog átszivárogni, erről beszéltünk a hírek előtt, hogy hát igen, a fekete péntek, ugye? Tudod, hogy mi a leárazott termék? Hova mész ma? Nem kell mennem,
mindenképpen, mert hogy egyébként sok internetes webáruházis ugyanúgy fekete pénteket tart, és akkor az ember ott van egy fotelből ülve is ezeket a dolgokat el tudja intézni, anélkül, hogy agyonvernék. És mi van most a listán? Mi a beszerzése váró tárgy? Van valami? Az a baj, nagyon rá vagyok szűkülve most a füles súlyzokra, kettlebellekre, tehát állandóan azt veszek nyakrafőre. Igen. Ez egy súlyzózás. Igen. Teljesen rendben van. Na, ma a Szobvác-Göt Budapest vasútvonalon az első vonat már 12 perces késéssel érkezett. Köszi, Máv írja Móni. Kazarom vagy Kazáron, nem tudom, ékezet nélkül jött, nagyon csúszik az út, vigyázom mindenki, aki arra megy, üdv. Elütöttek egy gyalogos Csepelen, a Kossuth-Lajos utcában, már helyszínelnek a rendőrök, várják a mentőt, és az M3-as polgár után csúnya baleset, még nincs helyszínelés, de valószínűleg útzár lesz, sok felfagyás van az úton, mindenki menjen óvatosan. És hát óriási a felháborodás az SMS falunkon, hogy itt most hogy mondhatott olyat egy kamu buszsofőr, aki eurót mondott, és közben ő Washingtonban dolgozik. Hát, hát igen. Nem mintha mindenre reagálnunk kellene, de megtettük. Anna fölhívta, és elmondta, hogy rengeteg a turista, rengeteg, aki távolságú buszon utazik, mint turistaként, és hogy egyébként fura, de Amerikában több eurót kap, mint dollárt. És a távolsági buszokon ugye rengeteg turista ül, akik mennek, utaznak, jönnek, mennek fiatalok, és Európából jönnek, és euróban adnak borravalót. Tehát tulajdonképpen ennyi. Nem kell azonnal felkoncolni, megölni, hazugsággal vádolni, számletiltással fenyegetőzni, és nem tudom, tehát nem én volt. Én megkeresném, ha ceglédi lennék, én megkeresném a csávót. Tehát megint a kicsit tipikus jellemző magyar indulat hullám, nem hiszitek el, hát ezt csak ugye mi látjuk, de tényleg több száz SMS, aki azt írja, hogy kamu, hazug, ne nyaljatok be mindent, ti is amatőrök vagytok, hülyeseggek. Tehát, és ez csupán annyit mondott egyébként, hogy Euróban kap borravalót. Nem történt más, mint hogy Washingtonban. És tényleg fölhívattuk Annával, hogy mondjál, hogy miért euró, és nem, kicsit értetlenül állt a dolog előtt, majd elmondta, hogy sok a turista. Hmm. És hogy fura módon, távolsági buszon sokszor az amerikaiak inkább ugye repülnek, baromi olcsó belföldi járat, és euróban kap. Itt már meg akarják ölni. Ennyi. Én mondjuk azt is el tudom. Vegyük kezdeni, vissza az ajándékcsomagot! Hogy ne adj Isten, egy japán turista jemben adott neki. Tehát szerintem még ez a hihetetlen megdöbbentő eset is előfordulhatott. A vegyük vissza az ajándékcsomagot, úgyhogy közben nem is nyert. Azért az SMS volt a kedvencem. Vegyétek vissza az ajándékcsomagot, hazugnak nem jár. Tehát ember nem is nyert, tehát nem is kapott szegény, csak ártatlanul bejelentkezett játszani. 40 ezer forint kedvezmény az almás termékekre ma. Tényleg? Na? Melyik hát zöldséges? És a krumpli mennyi, Feri? M3-os polgár után csúnya baleset, még nincs helyszínelés, de valószínűleg útzár lesz, sok felfagyás van az úton, óvatosan. Ez most ebben a pillanatban jött. Köszönjük szépen. Na, olvastátok a közszolgálati televízió legújabb kezdeményezését? Hogy visszatér a Szomszédok, feléled a Parabola, Táncdalfesztivál, játékhatárok nélkül, és jön az 50 éves Ki mit tud? Tök jó. Ezek mind új műsorok? Nagyon. Aha. Nagyon. Igen, régi néve. Nem, ez egy ilyen retro csatorna lesz a közszolgálati tévénél. Te jó lesz. És egyből másfél millió háztartásba csempészi vissza ugye a 60-as, 70-es, 80-as éveket. És ugye az emberek előszeretettel szeretnek retróról beszélgetni, meg néha-néha belenézni, de hosszú távon meg tudsz nézni, hogy Ki mit tudott leülni? Hát, 60-as években, 70-es években? Ki mit tudott, ott ugye visszatérő emberek voltak, többször visszajöttek, tehát akár ilyen folytatásban is tudod nézni a történetet. De azért biztos, hogy van egy romantikája annak, hogy láthatod újra a fiatal Kerr Andriskát és Gávölgyi Jancsikát, tényleg. Nem? Igen, ők Ki mit tudosok voltak. Gávölgyi Jancsikát, csak így. Így vagytok? Hát akkor ő hát ő még Gávölgyi Jancsika volt, igen. Pálya kezdetén lévő fiatal, szép reményű. Tehát Táncdalfesztivál, tudom, hogy mi az, meg láttam egyet-kettőt, fura frizurájú emberek fekete-fehér gópjával ott énekelnek fura dalokat, de hogy az már olyan nagyon nem maradt meg. De Parabola, igen. Tehát az, jó, hát az... Nem, az a Super Bowl. Ja, várj, a Super Bowl. Parabolában is időnként felfelbukkant azért. Kérdezz nyugodtan. Az volt a kedvenc. A Parabolában is egyszer-egyszer azért feltűnődeztek a mellek, de alapvetően ez a Super Bowlára volt jellemző. Én egyébként imádtam ezért is, meg mondjuk Árkus József szarkasztikus humorájait is. Igen. Ott valami mellközelit mutattak, hogy így befordult, vagy mi volt? Ugye? Tehát az akkor a Skálának számított, 10 éves fejjel láttál egy ilyen. Ugrált, és akkor ott kívják, így ment. Néha még Feri Super Feri még egy szakánként ezzel álmodva? Fölülsz derékszögbe? Persze. Szuper bola felül. De nekem eszembe jutnak még ezek a dolgok. Érted? Egy klasszikus tollasbál címlap.
meg a Super Bowl, hát ezeken bimbóztam. Igen, ezekből talán szomszédokat nézni igen, meg az ember. Meg a játék határok nélkül, nem? Igen. Hát az egy, az egy, az egy nagy, nagy, nagy klasszikus volt. A fiatal Magenheim Julcsi. De jó lesz újra látni. Mutatok valamit, kíváncsiak, hogy megismeritek-e. Hogy ez mi volt. Figyelj. Figyelj. Ez mi volt? Szerintem kürtök. Figyelj. Jó halk. Nincsen? Zoltán Erika? Mária, mi volt ez? Nagyon ismerős. Nincs meg? Játékhatárok nélkül? Ez a játékhatárok nélkülnek a főcím dala volt. Azt szerettem, az jó volt. Jó volt. Hangulatos volt, tehát egy ilyen modernizált csőfülapú gondyola. Nem, 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 ez már a 90-es évek. Igen, 90, nem is tudom, 92-től. Ez jó 8-ig, volt. 10-ig. Én mindig szeretem 2000-ig. Ezeket a vetélkedőket. Ugye a Gundi csinálta, szerintem a fiatalok már nem tudják, hogy miről van szó. Ugye különböző országok találkoztak, egyébként azt hiszem talán többször is megnyertem Magyarország, és 8 vagy 10 állomáson keresztül összecsapva egymással vicces feladatokat oldottak meg tulajdonképpen. Ugye? Ez, erre egyáltalán nem emlékszem? Nekem nincs meg. Nincs meg? Nincs meg. Nincs. Egy-egy részt talán így láttam, meg, hogy ilyen nagy, nagy volumenű volt a játék, és nagy feladatok voltak benne, de én annyira nem gyógyultam erre rá. Én ezeket mindig nagyon szerettem, a mit tudom én, az akkor még feszes homlokú gesztivel az ászt, ahogy hívják, a feszes homlokú gesztivel, a klasszikus csepülapú gondyolát, illetve a játékhatárok nélkült is. És ez élőben ment? Vagy hogy volt? Ez talán egy szerintem élő, akkor élőműsor volt? Nem, úgy érzed, hogy nem. Nem emlékszem már rá. Igen, ha bár mondjuk szerintem igen, akkor nagy falat lett volna egy élő a Gundin. De szemét vagy. Ha, minket csak szólok. Ja, vizé. Élő volt, Laci, arra már nem emlékszem. A játékhatárok nélkül nem volt. Ugye, különböző a célja, talán ha jól emlékszem, az volt, hogy az Európai Unió tagjának egységbe kovácsolását, valamint ugye az unión kívüli országok számára is egyfajta esély volt, hogy részt vessenek a játékban. Minden országnak különböző színű volt a csapata. Tényleg nincs meg? Nem emlékszel? Na, most már kezd beugrani. Sárgába, pirosba, mit tudom én, és láthattad, hogy akkor hogy állnak aznap, meg hogy állnak összesítésben. És akkor egy adásban egy verseny ment le? Vagy több állomása volt, és aztán végül mit nyert egyszer Kecskemétnek, Százhalombattal, jól emlékszem. Több volt? Vagy hogy emlékszel erre? Szerintem úgy volt, hogy egy adásban egy város nyert, és akkor a következőben a nyertes volt benne. Uh-huh. De majd hát ha hallgat minket, akkor mindjárt helyre a tesz. A gurú akkor majd helyre tesz minket. Így van. Már itt is van velünk az az ember, aki ugye hát ott volt minden játékhatárok nélkül műsorban, hiszen ő volt a műsorvezető, Gundel Takács Gábor. Hello Gábor, jó reggel! Jó reggelt! Hello! Hát ez ennyire érdekes, hogy volt akkor, ez úgy volt, hogy ezek felvételről kerültek adásba. Természetesen körülbelül 4 óra volt, mire föl 90 perces adás, ez egy kicsit komplikált volt. És akkor úgy volt, hogy volt, hát évente egy picit változott, 8-9 játék, mindegynek volt egy győztese, és akkor ezek a győztesek a végén játszottak egy döntőt. Volt egy döntőjáték, ahova minden országból a legjobb csapat került be értelmszerűen. És akkor voltak a döntők, és Magyarország háromszor is megnyerte ezt a sorozatot, 93 és 99 között. Hát ahol magyar a műsorvezető, ugye? Hát nem csak magyar, de azért nagyon érdekes, mert minden ország televíziója együtt dolgozott. Tehát együtt dolgoztunk az olaszokkal, a csehekkel, stb. A kollégákkal. Voltak is élmények, egyszer például az olasz kolléga, aki viszonylag jó beszélőkészsége volt meg, csinált egy 3-4 perces interjút 4 sráccal, akik az előző játékban játszottak, és ez úgy hangzott el ez az interjú, hogy a 4 srác nem szólalt meg. Végig azt mondta, és elmondott mindent. Helyettük a srácok bologattak, és a végén azt mondta, hogy na jó, van, meg. Akkor köszönjük, igen. Figyelj, jól emlékszem, Gundi, hogy még a Gessler is ott volt veled? Nem emlékszem már, hogy milyen Gessler feladattal. Dorottya. A Gessler Dorottya, igen. Sőt, alapvetően ő kezdte, ez 93-ban úgy indult, hogy ő volt a műsorvezető, egyedül a magyarországi versenyen dolgozott munkatársat vágó tisztelben. Várjál, Gundi, eltűntél. Vezetsz? Vagy most itt vagy, most jó, igen. Itt vagyok, csodálatos. Na, szóval, hogy tehát a Dorottya volt az első évben, a Vágó Pista csak a magyar változatban dolgozott, és aztán az első végén rájöttek, hogy kell valaki, aki tud közvetíteni, mert ugye az egy szakterület a televíziózásban a közvetítés, és a Dorottyát ugye erre nem képezték ki.
És akkor kerültem bele én 94-től ebbe a dologba, és akkor az első három évet a Dorottyával csináltuk, aztán volt egy év egy Farkas Bea nevű lány volt, és aztán a végén pedig a Borbás Marcsi volt a végéig a női műsorvezető. Igen, erre én is emlékszem, hogy szakmailag nagyon nagy előrelépés volt, hogy megjelentél, viszont a libidom tekintetében meg visszalépés. A Dorihoz képest. János, hát nem tudok mindent, vegetáriánus, meg annyi probléma van veled, nem tudunk mindenben kiszolgálni. Minden nap ezt hallgatunk, képzel. Egyszer volt egy olyan történet, hogy a Gessler elaludt, erre jól emlékszem, vagy ez hogy volt pontosan? Hát ez azért volt, mert ugye minden országban volt egy verseny eleinte. Az első néhány évben ez még így volt, és hát a Görögországban kevésbé voltak híresek arról, hogyan frankon szervezték volna a dolgokat, és egyszer nagyon belenyúltak, albán vendégmunkások voltak, mint kiderült, és nem nagyon készültek el semmivel. Tehát az előző nap mindig volt egy próba, és hát a próbán kiderült, hogy nagyon nagy baj van. Rögtön az első játék az volt, hogy csináltak egy nagy fém gömböt, egy ilyen rács gömböt, amiben volt egy fiú versenyző, meg egy lány versenyző, és nekik a gömbben kellett szaladni, és a gömbbel hamarabb célba kellett érni. Na most ez úgy nézett ki a próbán, hogy a lányok 10 méteren belül elestek, de a fiúk nagyon lelkesek voltak, és futottak tovább, ezért a gömb gurult, a fiú futott, a lány pedig pattogott a gömbben. Úgyhogy rögtön egy hosszas orvosi ápolás következett, többen végzetes sérüléseket szenvedtek, és akkor leállt az egész próba. És ilyen jelleggel ment az egész történet. Most amit mi 4 óra alatt föl szoktunk venni, elkezdtük a este 8:30 felé, attól függ, hogy sötétedett, az reggel 7:30-ig tartott. Tehát ez egy 12 órás felvétel volt, annyira nem volt kész semmi, annyira nem voltak kész az eszközök, a díszletek, semmi. A Dorottya elaludt egy padon, akkor már fölkelt a nap. Tehát egy kicsit hosszú volt ez a felvétel, és úgy búcsúztunk el a műsorban, hogy ültem mellette a padon, és én nagyon halkan, hogy hát kedves nézőink, ez most egy picit hosszabb felvétel volt a szokásos, már Dóri el is aludt, de most már ne is keltsük föl. Ez volt tehát a görögországi verseny, viszontlátásra egy hét van. És az, hogy mi rendeztünk is talán, nem? Vagy csak nyertünk? Vagy volt nálunk forgatás? Nem. Ez úgy volt, hogy az első néhány évben minden országban volt forduló, és aztán kitalálták, hogy ez nagyon drága, és aztán úgy volt, hogy egy ország rendezte meg az összes kvázi előversenyt, és akkor egy másik ország a döntőt. És volt egy olyan év, most meg nem mondom hirtelen, hogy melyik, amikor Magyarország rendezte az összes versenyt. Ez ott volt, ahol most félig meddig az MTVA épületei állnak, ahol az RTL is annak idején ilyen konténervárosban elkezdte a működését, azon a területen volt fölépítve ez a stúdió. Hát a stúdió egy szabadtéri dolog volt, lelátóval, nézőtérrel, mindennel, és akkor ott vettük fel, aztán 8 műsor. Több hallgató kéri tőled azt, hogy a legendássá vált, hát számukra legendássá vált, cseh csapatot legyél olyan. Amikor a cseheket mondtad cseh csapatként, akkor ugye a H hang az kiesett belőle, és itt több hallgatónknak ez ilyen legendásan beékelődött Gundi féle beszólás volt, a cseh csapat. Cseh csapat volt. De hát ez egy mókás műsor volt. Igazából nekem azért volt ezzel szerencsém, mert én ugye a sportosztályon kezdtem el dolgozni annak idején, és nagyon dicséretes módon, nekem ebben nagyon szerencsé volt, ez egy nagyon jó műhely volt, ahol meg lehetett tanulni televíziót, és azt mondták, hogy eleinte nem kell az embernek semmi kunsztot csinálni, csak ne legyen hülye, mert egy nap alatt hülye tudsz lenni, megkérdezi a néző, ki ez a hülye, de évek munkája, mire elfogadnak. És egyelőre az ember csinálja csak tisztességesen a feladatát, aztán majd ráér arra, hogy hozzátegyen extrákat. Na most, amikor én belecsöppentem ebbe a játék határok nélkülbe, akkor ezt már nem lehetett lehúzni becsületesen, tehát csak mesterember módjára, hanem itt már muszáj volt, hogy valami extrát hozzátegyen a magam fajta. És igazából ez volt az a pont, ahol elvált az, hogy nekem kezdett egyéniségem lenni, nem tudtak valamivel azonosítani. Most nyilván nekem ezzel szerencsém volt annak idején, mert pont egy olyan műsorba csöppentem bele, ami valamiért passzolt. Nekem jól éreztem benne magam, jó helyre kerültem, jó kollégákkal, jó csapattal dolgoztunk együtt. Szóval nekem ez egy nagyon nagy lökés volt annak idején a pályámon, és hát abban persze belefért rengeteg marháskodás, meg belefért mindenféle élmény. Belefért az, hogy rászánta fél órát, hogy megtanuljam egy Velszi településnek a nevét. Ez volt a világ leghosszabb nevű települése, ez a Velszi, és azóta se tudom elfelejteni, tudom kiverni a fejemből. Úgy hívták ezt a Velszi városát, hogy Hambárpuchvin Giggogerőhvin Drobuchanti Filio Gogogok. Szenzációs, de jó. Ezek igen, ezek be tudnak képzelni. Olyan, olyan,
olyan hosszan volt leírva a nevük, mert 52 betűvel volt leírva, hogy olyan pólóban voltak, ami rajta volt a falu neve, de csiga vonalban. Jó, várjál, mondjuk a Gudi elsőre azt mond, amit akar. Ha ezt most meg tudja ismételni, akkor hisszük el. Nem, na, mert elsőre ez ugyanaz. Egyébként ne az előbb, mintha csak két gogó lett volna a végén. Rákerestem, és többé kevésbé. Jó, Feri, te nem is nézted rád, most megvők arra, de régen szimpatizáltam veled, de most már nem. Vége, igen, ez érdekes, hogy a Ferinek ez egy ilyen fekete vagy vak volt. Igen. Nincs, mert egy-kettőre emlékszem egy-két így dologra, jó, de mi nem voltunk ott. Nem jó, hát 91, 92, 93. Hát meg a teheneket nálunk, akkor meg kell tetetni. Tudod, hogy akkor igen, a legjobb barátod egy liba volt, meg egy disznó, ugye? Igen, én már akkor együtt dolgoztunk a Rádió Bridge-be Ferikével, hogy megjelen nekem libákkal, meg marhákkal. Milyen jó lenne most is lennének egyébként ilyen műsorok, nem? Valahogy úgy, ez úgy nem jót tenne az ember hangulatának. Volt rá kísérlet, meg volt rá szándék, meg elképzelés, nem is arra nagyon régen, csak ugye ez azért szűnt, mert 99-ben nagyon drága műsor volt, nagyon sokba került. És igazából a politikai tartalma az kimerült. Ugye, amikor 99-ben megszűnt, akkor ez már 30 éve ment Nyugat-Európában. És akkor az olaszok, meg a franciák azt mondták, hogy most már nekik elég volt. Ugye az adott még neki egy lendületet, amikor leesett a vasfüggöny, és akkor be lehetett vonni a volt szocialista országot, és akkor megint kapott egy ilyen lökést ez a dolog. Aztán 99-ben már azt mondták az olaszok meg a franciák, hogy elég volt, és ugye a pénzjavát ők tették bele. És akkor ez megszűnt gyakorlatilag financiális okok miatt. De hát azt hiszem, hogy a mai napig is van Facebook oldala a játékhatárak nélkül, neked pedig most hát 14 éve nincsen képen. Meg hát ilyen mókás nekünk tét nélkül vetélkedőnek ott van az Eurovízió. A hangjegyezőség miatt János volt. Mindháromszor bekerültünk a döntőbe. De figyelj János, hát te szövegben jó vagy, írjál valakinek szöveget, és akkor te is indulhatnak a verset. Én jövőre leadott, Gundi, azt olvasom, ez igaz? Hát nézd, nem tudom, majd erről még születik egy döntés. Én minden esetre felvetettem, hogy egyrészt már nagyon sokat dolgozom, a sokféle műsorban dolgozom, ez nem biztos, hogy feltétlenül egészséges, ezt nagyon szerettem csinálni, de lehet, hogy most már egy fiatalabb kollégának kéne átvenni egy ilyen jellegű műsort. Szóval nem tudom, megmondom őszintén titokban, csak így egymás között nyilvánvalóan, hogy nem tudom, hogy mennyire hiteles még mondjuk a számból, hogyha azt mondom, hogy vadfruttik, tudod, vagy anti-fitness klub. Hát én most már 49 vagyok, tehát nem biztos, igen, tehát lehet, hogy ezt egy fiatalabb embernek kéne csinálni. Én ezt felvetettem, ezen most megy a gondolkodás, idén még úgy néz ki, hogy ilyen fogom csinálni, aztán majd meglátjuk, hogy mit fogom. Na, jó van, Gudi, három a magyar igazság, rákerestem az interneten, mondd ki még egyszer a Velszi településnek a nevét, most tudom csekkolni. Rohadék. Már most találtam, hogy olyan igaz. A gyerekek, működik. Ott van. Az, igen. Nem tudom elfelejteni. Gundi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó munkát nektek. Vigyázz magadra. Nektek is. Köszönjük szépen. Gundi, Takács Gábornak köszönjük szépen. Ciao, hello. Igen. Gundit bírom. Kőprofi. Már nagyon jó. Megnézted, azt mondta? Persze. Ők nem tudom, hogy mondják el egyébként, hogy honnan jöttek. Szerintem csak annyit mondom, hogy időre hosszú mindig. Hagyjuk, igen. 8:30 múlt, pontosan 2 perccel, 3-as ugrásra lehet jelentkezni. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 39 múlt, 1 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, nagyon sok közlekedési hírünk van. A Budafoki úton a benzinkutás szemre a parkolóautók közül fotóznak. Vazul küldte nekünk. Drága Klassz FM, most vettem át a Suzuki SX S-Cross 4-et, amit nálatok nyertem hétvégére. Imádom. De jó. Köszi. Az M1-esen Budapest felé a 45-ös kilométernél torlódás baleset miatt egy sávon halad a forgalom, óvatosan, üzeni Peti, valamint az M7-es 145-ös kihajtójánál van egy trafi a határ felé, ez passzúj, üzente. 4-es főúton a 71-es kilométernél Ceglédnél kétszer-két sávos a körforgalom előtti lézersó. Fosszák a magyart. Kell a karácsonyi pénz, nagyon írja egy hallgató. 8-as főúton a Veszprémi elkerülőn NKH ellenőrzés van tengelyméréssel. Vigyázzon mindenki, üzente Jozsó. És az M6-os 51-es kilométerénél ebben a pillanatban készült róla valószínű egy gyönyörű kép. Remélem nem lesz drága. Gabi küldte nekünk. 30-60-90, nem, 30-45-60-90-120, nem? Talán ezek a tételek. Nekem inkább a 90-60-90, de inkább 100. Az első.
Polgárnál 167-es kilométernél baleset Budapest irányába, ez pedig Iznet küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, láttam egy fotót egy autóról egy metró aluljáróban, vagy csak egy pillanatra egy átfutott, az hogy kerül oda? Láttad, hogy Dózsa-Győri úton vagy valahol? Én nem vagyok egy nagy metrós, de hogy áll le valaki egy metró aluljáróba egy autóval? Zsúfolt volt a felszín. Vagy ott nem kell fizetni? Vagy ez hogy van? Egyébként parkoltatni is tudod, mert ott nincs parkoló óra föld alatti a dolog. Ami a kérdés, hogy a ki és a bejutás. Hogy ezt hogy? Igen. Ezt szoktatok kiszállni a Dózsa-György útnál? Ott van sima lejáró lépcső nélkül? Nincs. Lépcső. Hogy lesz a lejáró? Várjál, nem, a Dózsánál van egy olyan lejáró, ami egy lejtős lejáró, ami ugye... Bringás baba kocsis, de ott nem fér el ott a kocsi. Ott nem fér el? Ott nem fér el a kocsi, plusz ilyen izé van ez a... ilyen fém úb fordított betű lerakva a földre, amit csak kulcssal lehet kinyitni, és akkor talán, de szerintem ott ilyen nagyon komoly centizés kell, hogy legyen, de nem félre. Ha valaki valakit megtréfált, akkor a megtréfálók biztos, hogy műegyetemisták voltak. De ahhoz meg túl nagy az autó, hogy egyszerűen levigyék. Mert... kis polákot esetleg le tud vinni, de azt, ez biztos nem. Nagyon ez egy nagy, ez egy két tonnás, másfél tonnás kocsi. Ez nem lehet, hogy lentről jött, és nem föntről. A hogy a sineken jött végig, följött a mozgó lépcső? Hát igen, fura. Nem tudom, hogy egyébként ott hol férne még le, illetve hát végül is le lehet gurítani. De ott tényleg nincs lépcső? Vagy csak lépcső van a Dózsa-Györgynél? Van egy bicikli lejáró, de nem, szerintem nincs annyira széles, hogy lemenjen egy kocsi. Tehát kerékpárral és babakocsival le tudsz menni, Anna, az mennyire széles? Annyira? Az széles, igen. Igen? Ezt le tudsz menni autóval? Én is úgy emlékszem, hogy ami az Árpád híd irányába van, ott a bal oldalt, akkor ott a Váci út bal oldalán, ott az egy elég széles. Igen, mind a két oldalon van. Tehát ha jövünk a Hősök tere irányából, már le tudsz menni rögtön a kereszteződés után. Akkor ott a megoldás. Jó, de akkor is a miért? Azért, tehát hogy jó, tudjuk, hogy, de hogy miért? Tényleg, mi volt? Frissen van, vakszolva, fényezve akár? Nem, hát igaza van, egy parkolóőr oda nem megy le megnézni, hogy fizetett a parkolást. Tehát ebből a szempontból nem. Meg akart úszni, leállt, kipakolt, visszament. Abszolút. Csak nehogy egy lavinát indítson el, és ezentúl mindenki a szóval közlekedni lent az aluljáróban az ott parkoló autók miatt. Ilyen Porsche Panamerák, X6-osok, és igen, minden rászoruló. Igen, és a Cayenne Jeep-ök fognak ott áldogálni. Na jól van, itt van már is a játékos, akivel hármas ugrást játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Nehéz kérdések? Nem. Igazán. Marci, hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, uraim! Marci. Hello, Marci. Honnan hívsz minket? Hevesről. Monorról. Monorról? A festői Monor. Én ezt még nem hallottam. Jó, hát ott élni más, nyilván, mint János, aki néha keresztül utazik Monoron. Sokszor utaztunk rajta keresztül. Mit csinálsz ott? Hát most nem ott vagyok, hanem eljöttem fuvarozni, csak ott élek. Jó hely Monor egyébként, mint élni? Hát jó. Nem akarom, hogy meglincseljenek. De jó társaságban mindenhol jó. Így van. Mennyien laktok ott körülbelül? Tudomásom szerint ilyen 16-18 ezeren. Akkor ez van, nem a, már mindenki ismer mindenkit, ugye? Tehát azért az egy picit hát, nem, de sokan. Egy kicsit olyan a hangulat. Igen, vagy elragadtatva? Tessék? Nem vagy elragadtatva. Meg vagyok illetődve. Meg vagy illetődve. Kicsit beteg vagyok, igen. Meg attól félek, hogy lemerül a telefonom. Az hátráltatná a beszélgetést, Marci. Igen, az a helyzet. Határozottan. Igen, tehát ez egyfajta sürgetés is volt, hogy hagyjuk a dubát, játszunk már inkább? Majd utána, ha még van nem, egy kérelő? Nem, inkább kitérnék a kettőbelre. Hallottam, hogy János kettőbellezik. Igen, szeretem nagyon. Erről ha egy picit beszélek. Hát az van, hogy ez nem fekete-fehér, igen, nem. Tehát, hogyha mondjuk reggel játszottunk volna, akkor tökre tudnánk beszélgetni egymással, csak az a baj, hogy egyrészt le fog merülni a telefonod, másrészt ez meg a hármas ugrás. Értem. De hogy segíteni akarsz Jánosnak, vagy felemelni a... Csak egy pár intézt szeretnék, hogy amennyire pozitív hatásai lehetnek a kettőbelnek, hogyha nem megfelelően csinálják, annyi negatív is lehet. Hát János, ezekből tudod, felkészül, miért mindenképpen ajánlatos felkeresni egy szakképzett instruktort. Ez megtörtént már. Igen. Tudod, szuper. Megtörtént, már... köszönöm szépen. De egyébként igazad van, az egyik ilyen hátrányos hatás az, hogy túlizmos vagyok, már is nem akar senki felkérni lassúzni. Istenem. Szép. Nem tudod, János, hogy mielőtt elkezd kettőbelezni, 3 évig tanulmányozza magát a kettőbelt, és utána még 1 évig dönt, hogy csinálja vagy nem, majd elkezd
kezdi. Tehát nála az alapos felkészülés egy 2-2,5 bruttó 3-ba meg is áll. Mire rászánja magát, az egy felkészülés. Egy téli gumi vásárlása, ahogy beszéltünk róla, az márciusban kezdődik, hogy novemberre meglegyen. Nem hát gondolod, hogy csak úgy elkezdett kettőt bele. Mondod, hogy lement és hogy beleemelt a súlyba kettőt, hát ezt ne gondold. Nem. Másfél-két éve tanulmányozza, nézi, várja a leértékelést, körüljárja, megfogja, megszimatolja, bezsírozza az áruházban található kettőben súlyokat, másnap elmegy megnézni, hogy felszívódott-e, nem? Ennyi. Hát, hogy aztán nem kinézem magamnak az edzőket, utána elkezdem őket csekkolni mindenféle szempont alapján, utánuk nyomozok, kikérek róluk mindenféle aktát, és aztán az megint egy fél év. Ennyi. És így lyukadtam ki Lantos Judit SFG 2-es instruktornál, és aztán ő tanított. Na látod, ez megint, ez megint 10%, hogy bemondtad a nevét. Hihetetlen nagy marketinges vagy te, János. Óriási, hogy nyomod. Van még aksit, Barci? Van, itt vagyok. Van, csak jó, tarts ki. Oké, na, nézzük akkor, jó? Hogy rendben, vágjunk bele. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem viszonylag könnyűek. Az első kérdés, az konkrétan a garantált nyereményedhez kapcsolódik, amúgy egy természetes alapanyagból készített ice-tea csomag. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés Erikát nyakbaakasztóért. Mit nem tartalmaz a garantált nyereményed a felsorolt összetevő közül? Antioxidáns, színezék vagy gyümölcs? Hoppá. Második. Így van. Színezék nyilván. Semmilyen színezék nincsen benne, mert ez csak is kizárólag természetes alapanyagokból készített ice tea. Mehetünk tovább? Mehetünk. Oké, dedikált szatyor vagy egéralátét? Nagy sláger a szatyor, imádják a hallgatóink. Ez egy ilyen önmagába visszahajtható, ilyen kis bevásárló szatyor, Klassz FM-es klassz. Melyik rajzfilm sorozat egyik főhőse Eric Cartman? Az a négy kis pufók. Mondani kell, nem fogok. Csúnyán beszélnek, South Park. South Park, így van. Hulla bátya, az ünnepi kap. Például. Jöhet harmadik kérdés, vagy álljunk meg és elviszed? Milyen témakör? Vegyes. És tényleg vegyes. Vegyes. És nehéz. Igen. Vágós talán azt mondaná rá, hogy de vágjunk szép. Vágjunk bele, természetesen. Jó, így szól a harmadik kérdés. Terikát sapkáért. Hogy nevezik idegen szóval a fehér és indián szülőktől származó gyermeket? Ugye, hogy meg kellett volna állni? Ugye? Sies. Nyelvem hegyén van, nem tudom, apacs, nem az, de. Ne. Halljuk. Mestic. Ugye a fehér és az indián, az a mestic. Így van. A szülőktől származó gyerek, a mesticek. Nem baj. Az baj, de így jártam. Volt már bum. Ja, ú, de régen volt, tényleg, annyira régen el is felejtettem. Jó, bumozzunk egyet, jó? Jó. Mehetünk, figyelj, indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki, figyelj. Bum! Ezt te se hitted el. Ez egy ilyen hitehagyott, kicsit szomorú. Igen. Hát. Nem, nálam sajnos semmi. Nem. Nem villog. Nem. Marci. Nincs ajándékcsomag. Illetve van a jegestél. Köszönöm szépen. Szomorú vagy? Nem, mert gyönyörűen süt a nap. Ez a pozitív hozzáállás, ez a gondolkodásmód, ez kellene mindenkinek. Miért nem vagy szomorú? Legyél már szomorú. Egyébként tényleg süt a nap, most kinéztem én is, egész jó idő van. Marci, van egy jegestél, egy kartonnyi jegestél, jó? Köszönöm szépen. Csáó. További szép napot kívánok. Hello. Sziasztok. Szia. Azért kicsit a hangjában ott bujkált. Azt tetszik, amikor szomorúak. Már hogy annyira szeretnék az ajándékcsomagot, az azt jelenti, hogy ragaszkodnak hozzá. Nem? Vagy hogy tényleg áhítoznak rá, az jó. 84-es főút Sopron és a határ között a határ felől érkezőket mérik. Ezt Peti küldte nekünk. M3-as 85-ösnél Budapest felé egy tetőcsomagtartóról lezuhant tárgy. Törmelékei vannak az úton, óvatosan. Budapesten pedig a 72-es trolibuszok helyett a teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek baleset miatt. Szuper. 4 perc van pontosan, 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra múlt pontosan, 11 perccel, hello mindenkinek. M3-as rekettyés pihenőnél van egy trafi, Zsolti küldte nekünk. A reptére vezető úton, a D-portálnál a kifelé menő oldalon baleset van, ez T4-es üzeni. Jakabszállás Vadkert felüli végén büféskocsi épül, ezt Red Bull kapitány küldte nekünk, valamint Nagyrákos és Őri Szentpéter között az erdő szélén egy Erdély út bejáratából figyelnek
a rend dicső őrei. Ez Vas megyében van. 81-es főút Sopron és a határ között a határ felől érkezőket mérik, üzente Peti, valamint az M3-as 85-ösénél Budapest felé egy tetőcsomagtartóról lezuhant tárgy törmelékei vannak az úton. Óvatosan. Hát, igen, leesett a tetőcsomagtartóról. Amíg a tetőcsomagtartó fent van. Igen. Nézzük a pozitív oldalát a dolognak. Milyen jó van rögzítve a tetőcsomagtartó, nem? Az is leesik. Hát, tök jó, az legalább nem esett le. Igen. Nézzegetem itt az újságokat, ugye erről a fekete péntekről beszéltünk Amerikában. De hogy közben egyébként meg az, az az érdekes, hogy ma meg egy másik világnap is van, amire akkor az amerikaiak tesznek. Bizony, hát és nem csak az amerikaiak, most beszéltem Európában is. Igen. Nagyon sokan. Mert hogy próbálják fékezni a vásárlási rohamot, és ma van a ne vegyél semmit nap. Hát igen. Ma van a ne vásárolj semmit világnap, vagy mi ez pontosan, ugye? Ezért tudatos vásárlásra hívják fel a figyelmet ezzel. Hát gyakorlatilag szembe mennek ezzel a fekete péntekkel. Ez korábban volt. A fekete péntek jött szembe ezzel. Tehát akkor ez korábban volt, ez igen. Nem ma van. Ez, nem, ez nem, ma van a napja, de hogy ez régebbi kezdeményezés, ja. Mint a fekete péntek. Akkor érted? A fekete péntek megy szembe. Igen, ezt mondtam én is. Nem, mert az, hogy tudatosan vásárolj, ezt értem, de hogy mi van akkor, ha én ma nem veszek semmit? Nyilván ez egy kezdeményezés, nem konkrétan kell. Majd veszel holnap. Belekapaszkodni. Ha igen, tehát hogy akkor holnap veszek kétszer annyi, de ezzel lehet irányítani a fogyasztókat, hogy tudatosan vásároljanak? Szerintem nem. A tudatos vásárlások szerintem pont az az alfája, meg omegája, meg attól működik igazán, hogy az ember az év 365 napján, ugyanazok alapján, az elvek alapján kezd el vásárolni. És nem pedig egy nap. Igen. Mert egy kicsit nekem ilyen, félig meddig így viccesen mondtam ezt, a majd holnap veszel kétszer annyit, de hát ez nagyon, nagyon sokan tényleg ezt meg is lépik. Tehát, ja jó, akkor most nem veszek, akkor ki van pipálva az egy jó cselekedet a világért, a környezetünkért, a gyerekeinkért, meg a jövőnkért, na majd holnap akkor jó bevásárolunk, mert úgyis kell menni. Ugye ennek úgy kéne működnie, hogy ez a nap nem arra való csak, hogy ne vásárolj, hanem hogy gondolkozz el azon, hogy holnap majd mondjuk amikor vásárolni mész. Mondjuk azt szerintem egy jó dolog. Így van, akkor ugye olyan terméket vegyél, ami környezettudatos, a csomagolása. Ezzel egy baj van, ugye, hogy Magyarország meg Kelet-Európa árfüggő a vásárlás tekintetében. Tehát mi magyarok például semmi más nem nézünk, ez nyilván egy nagy általánosítás, de hogy legtöbben azt nézik, hogy mi mennyibe kerül. Mert hogy arra van pénz, és innentől kezdve nem tudsz környezettudatosan meg okosan vásárolni. De szerintem nem csak erről van nem, szó. Ez így ebben a formában szerintem azért nem igaz, mert hogy minél nagyobb kiszerelésben vásárolsz meg valamit, annál olcsóbb. Tehát az árfüggés is ebből a szempontból működhet. Tehát, hogy még olcsóban tudsz vásárolni akkor, ha többet veszel. Ebben neked igazad van, csak mondjuk van olyan termék, ami attól egy picikét drágább, mert az előállítása az környezettudatos, vagy akármicsoda, és ott már ez nem lesz befolyásoló tényező. Érted? Mert 10 forinttal drágább, mint a másik, ugyanolyan nagy tételben, abban igazad van, hogy akkor a csomagolása az olcsóbb lett, de mondjuk annak az előállítása is környezettudatos, de azt neked meg kell fizetni, nem fogja megvenni, mert ez olcsóbb. Igen, de nem csak erről van szó, hogy szerintem az olcsóbb felé menjél, vagy megy a magyar ember, hanem hogy gondolkozz el, hogy valójában szükséged van erre. Tehát szerintem a tudatos vásárlás ez nem csak ott kezdődik, hogy a magyar ember az olcsót keresi, ez így van. Persze, ez igaz. De hogy kell-e az neked tényleg, aha, amit meg akarsz venni? Vagy mi van, visszarakod, és azt mondod, hogy ez most nem. És lehet, hogy rá fogsz jönni, hogy egyébként semmi. Nem? Tehát, hogy ezt is sokszor el kell dönteni. Igaz. Tényleg igazából szükséged van erre a dologra? Vagy csak egy pillanatnyi igényt, vágyat akarsz ezzel kielégíteni, hogy most megveszed kicsit jobb, vettél magadnak valamit, de valójában igazából nincs is ez. Hát jó a régi tévéd. Hát mint például. Ugye, például. Igen. Tök jó, csak úgy vennél valamit, kicsit jó lenne, igen. De hogy közben egyébként valójában nincs el szükséged. Hát változik valójában az életed minősége attól, hogy veszel két év után egy új televíziót magadnak? Nem. Hát ugye, ha valaki rá van gyógyulva, és 3D, és imádja, nyilván neki az jobb lesz. Csak hogy kérdés, hogy valójában az embernek szüksége van rá. Na mindegy. Peti hetesünkkel megyünk tovább. Tóth Gabiról énekelt, ahogy látom. Hát most itt mindenki góstolgatja ezzel a ruházattal, amiket ő szokott volt viselni. De tök jól öltöztetik. Csinos, szép, szexi, miért bántják? Így van. Hát úgy kilógott a feneke. Amikor hát átölelte az ő mentoráltját, hát ebben az országban ez egy nagyon komoly probléma. Ja, Istenem. És egyébként nagy baj Gabi fenekével van, emelje a kezét, aki visszautasítja, van, nincs, nem tudjuk. Tehát, hogy mindenkinek ez nyilván önálló megítélése, kicsit fölcsúszott a szoknya. Hát meg ez most egy trend, mindenki kicsit villant, ott van, jó, ez nincsen semmi baj, Gabi tök jól néz ki, nem? Szép, helyes, csinos, most kivillantotta a fenekét, nincs ezzel baj. Mondom ezt úgy, hogy a Peti még nem tudom, hogy mit énekel róla. Vagy mit szaval róla.
Az látom, hogy 2 percben méltatja Gabit? Szerintem én úgy érzem, hogy nem utasítja elő ezt a dolgot. Valahogy így az előzményekből, a Peti pályafutásából. Szeretne ott lenni. Igen. Szeretne ott lenni közelben. Na, meghallgatjuk, mit énekel Tóth Gabiról Peti. Tóth Gabi, villancs kérlek, emeljen valaki már az égnek. Mit szeretné? Lassú volt, de jó volt. Igen. Most kedveli vagy nem a Gabit? Nem tudtam. Ez fura volt egyébként, ez a tevepatázás, ez nem tudom honnan jött, mert egyébként erre utaló jelet nem tapasztaltunk még. Ő látta előről is biztos. Engem. Gáspár Győző Roma Rómeója után testvére Zsolti, ugye a Titanicot is megcsinálja, mégpedig egy igen. Roma verzióban. Leonardo DiCaprio. Így van, erről ugye beszéltünk tegnap. Hogy míg Győző ugye vadul szervezi a Romeo és Júlia Roma változatát, most a testvére belekezd ugye a Titanic egyfajta hát, átértelmezésébe, ha lehet így mondani. Meglehetősen erősen nyúl bele a sztoriba, ugye? Tehát, hogy nem úgy könyvtelmezi. Igen, a megfilmesítés nem könyvhű, ahogy szokták mondani. Mert hogy azt mondta, hogy hát ez az egész elsüllyedés, dráma, sírás, ez minek bele? Ez nem kell. Kivette? És egy bulihajót csinált a Titanicból, senki nem süllyed el, senki nem hal meg, nincs dráma, vidámság van. Zsolti egy forradalmár, ő újraértelmez minden, gyakorlatilag nem köti magát semmihez. Igen, azt nyilatkozta, ugye, ezt tegnap már mondtuk, hogy a történetben is belenyúlok, csak romák lesznek a Titanicon, muzsikálnak meg minden, itt nem lesz tragédia, mi a tragédiával nem foglalkozunk, csak azzal, hogy teljes csillogásban menjen le. Így, ennyi. Ez történik, ha Gáspár Zsolt hozzányúl a Titanichoz. Meghallgatjuk, Peti, mit énekel erről. Kedves néző, szevaszió! A nevem Mergio DiCaprio. Elvakerom a történetem, hogy lett gizdagágyim nekem. Volt egyszer egy bengaladik, nem szállnak fel csóró palik, de egy jegyet megbugáztam, a harmadosztályon lazáztam. A felső szinten állt egy csaje, Lakatos Rózsi a neve. Az ura lóvés, de genyó fajta, hangosan turházó vajta. A csajé nem akart harcolni, a tathoz ment hát befalcolni. De én időben elkaptam, azt hitték, hogy jól megfűztem. De a gágyi hantázott egy nagyot, és kamázták, hogy lácsó vagyok. Rögtön spannál rajjá váltam, az első osztályon kajáltam. Kérdik tőlem, honnan jöttem? Sálgó tarjánban felnőttem. A bokszám vékony, a pélón vastag. Eladom a hajót vasnak. Gyere, Rózsi, ugye jössz le? Buli van a fedél közbe. A hangulat a fentit veri. Haknit nyom a siher felé. Felkerestem a szobádat. Lerajzoltam a buládat.
aztán olyat vertem alád, hogy kibökte a hajófalát. A vajdához dzsáltunk menten, de fuchsot leltek a zsebemben. Zebracsíkos rabruhába bedugtak magánzárkába, de Rózsi Benga baltát hozott, a láncomra nagyot sózott. Jaj, mennyi víz körülöttem, múlt szombaton már fürödtem. A ladikot a víz ellepte, hogy viszem így még telepre? A dikkaniknak végleg vége, legyen happy end már végre. A Gáspár győzi meg a Beja, pont arra ment Miami-ba. Kimentették Rózsics engem, James Cameron csárazda, hátsó. Peti! Helyes volt. Egy kis próza. Igen, azt hittem, hogy énekel. Na, és az utolsó, ez nem új. Ez minden héten elsüti a Peti? Ja, mindig be, azt hiszi, hogy nem veszük észre? Hát lehet, hogy sok a melója benne. Nem, mindig úgy van, hogy oda, utána ír egy számot, egy nagyobb számot. Nem hagyja veszni. Mert ugye XY1-es volt, és most már 3. Jó, és ránézek a monitoromra, Szepesi Niki 3. Imádom a Peti. Tehát csinál kettőt és elsüti a harmadikat? Mintha nem vennénk észre, hogy ez már lemen. Átírja hát, gondol az új szöletekre is. Ez. Mekkora kópi ez a Peti? Egyébként ugye amikor mondjuk, hogy jön a Peti hetes, akkor már sok hallgató kér ezt vagy azt tőle. Vannak kedvencek nyilván. Kicsit ilyen kívánságkosárra kezd hasonlítani, hogy még melyiket adjuk le. A Szepesi Niki 3 méltatlanul mellőz veled, mert egyelőre csak egyszer mutattuk meg. De az úgy berakta, úgy kettő közé szendvicsbe, hát ha átmegy. Hát persze, becsúszik, nem veszed észre. Csak úgy átfutsz a címeken. És most mit várt, hogy újra elolvasom a hírt, hogy Szepesi Niki újabb könyvet ír, és nem veszük észre, hogy egy hete vagy két hete ezt megmutattuk? Imádom a Petit. Jó, ha már berakta, akkor mutassuk meg, egyébként egyszer ment le. És az egyik nagy kedvenc az internetezőknél is, meg különböző szerkesztőségek is átveszik. Ugye ez is Szepesi Niki, ez a trilógia, ezt már egyszer láttuk, ez az újabb könyvéről szól, vagy a könyv utózöngéiről, nem tudom pontosan. Hát megmondom őszintén, hogy Szepesi Miki munkásságával nem vagyok ilyen mélyen tisztább, hogy mi az új könyv. Szerintem a készülőkönyve. Készülőkönyve. Na jó, oké, meghallgatjuk akkor Peti, Szepesi, Niki féle trilógia harmadik részét. Lepkés hátú a Szepesi Niki, csak rám nem szállt az a jó nagy bibi. Nézegetném én a sok kis lepkét, közben két oldalról markolnám a sejem Halloween-jét. Amióta pillangós a kaszni, röptében sem lehet őt megkapni. Celepkezte az a jó nagy hibát, hogy a pasikat csak egy érdekli a pikari kerta. Láttalak én a halatortámban, nem hittem el, hogy mekkora szádban. Hogyha velem ordítoztál azonnal, betömném a szádat én a fantasztikus bacsival. Elolvastam azóta a könyvet, hogy nem voltál meg már nem ejtek könnyet. Mert többen voltak már abban a lukban, mint főszezonban egy horvát alagútban. Eljegyezve a Szepesi Niki, ebből most már nem lesz figi-figi. Hát lemondok rólad most már lazán, légy boldog egy másik pasi familiájában. Mostanában nem csörög a kassa, nincs mit írni, ha csak egy pasi babája. Viszlát Niki, nem tolsz te ki velem, íznom egy sört, aztán jól ki kitalálok mást. Ho-ho, Peti! De nagy taps volt. Nagynak nagy csak. Messziről. Nagynak csak mégse. Jó, hát figyelj, igazából benyomta. Hát nem. Hát szeretjük egyébként, nincs vele baj. Jó volt egyébként. Ja, tudom mi volt. Most a tetováltatásról indul. Így van, mert hogy tetováltatott. Nem is egyet. Nem elég sokat így keresztbe. Gyakorlatilag egy ilyen fél hátas tetkóról van szó. És ugye azt hiszem, hogy a csípőjétől a válla irányába repülnek. És szép tetoválás. Igen. Na jól van. Oké, 4 perc van pontosan, 9:30, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 9:45, múlt pontosan 3 perccel, M35-ös Debrecen felé. A 20-as kilométer pihenőnél trafi. Azt hittem, hogy valami autó fölborult, vagy... Nem. Van olyan is, aki defektet kapott. M1 Mosonmagyarvár felé defektet kaptam, Sanyi lecserélte helyettem. Nagyon jó, hogy vannak ilyen segítőkész emberek. Köszönöm neki, és minden jót kívánok, írja Anna.
Ja, hogy gondolom, akkor valaki megállt Annának, és Sanyi volt az, aki... aki Sanyi lecserült. Vagyok, segíthetek? Vagy túl gondoltam a kerékcserét? Lehet, hogy túl, egy picit túl gondoltad, igen. M3-as Nyíregyháza Budapest felé Tiszahídon baleset, egy sáv járható, ezt pedig Attila küldte nekünk. Megnéztem az interneten ennek a településnek a nevét, aminek egyébként magyar megfelelője is van, és a Gundi használhatta volna ennek a kis Velszi falucskának a nevét a Játék határok nélkül című műsorban, ugyanis ezt jelenti. Szűz Mária templom a fehér magyarófák tavacskájánál, a gyors örvény közelében, Szent Tiszívió templomának vörös barlangjánál. Nagyon egyszerű. És ez a falu neve? Ez a falu neve. Azért választhattak volna mondjuk egy ilyen, mint egy Győr. Rövidebbet. De jó, ez aranyos, tetszik. És ezt mindig így mondod, vagy van valami rövidítés? Honnan jöttél? A Szent Anna templomának a Kistó mellőli... Lamfernek is hívják. Lamfer, jó, de ez olyan amatőr. De igen, megérted, olyan illúzió romboló. Igen, egy Lamfer. Igen. Na, egy jótékonysági dolgot szeretnék bemondani. Jó. Hétvégén, december 1-én az A38 hajón lesz a Privil György emlékkoncert. Szerintem tudjátok, ugye mindenki tudja, hogy kiről van szó. És azért jótékonyság, mert hogy a koncert teljes bevételét egyébként a Gyuri családjának ajánlották fel a zenészek és a szervezők, és hát rengetegen mennek el, hát ugye kiváló gitárosról van szó, a Hobó, az Ávodi János, Esprodel, Kim Novák, rengetegen lesznek ott, ez december 1-én vasárnap 19 óra 30-kor kezdődik. Ha valaki szeretne elmenni és segíteni, akkor megteheti. Hát kiváló zenészek mennek el tisztelegni egy kiváló zenész előtt. Ez december 1-én, vasárnap 19.30-kor lesz. Úgyhogy ezt mindenféleképpen be akartam mondani. Még és 41 néhány évesen hunyt el szegény egy autóban. Egy autóbalesetben, így van, rettenetesen fiatalon. Úgyhogy jól tudtok segíteni. Így van, egy kiváló zenész volt. A december 1-én van, ez 7:30-tól az A38 hajón, ha valaki szeretne elmenni. Van belépő, de ugye ezt a belépőt ezt teljes egészében a család megsegítésére ajánlották fel. Hívjuk a raphallgatóját? Csörögjünk rá. Nem hívjuk? Hát, nem? Nem, Laci megfogta. Már miért? Azt mondtam, hogy nem akar hívni senki. Miért vagy kiakadva, Laci? Mi baj van? Nyangyi. Meglepő volt ez így. Ne hívjuk, hagyjuk. Kösz. Vajon most mi lesz? Bumerang! Na, elnéztem. Humor van minden. Jól van, na. Jó napot, Mocskor úr! Hello! Nem írtad alá, hogy hívnak? Dávid vagyok, Dávid, sziasztok! Hello, Dávid, hol hallgatsz minket, Dávid? Budapesten. Budapesten. 13. kerület. Uh-huh. Véleményes a dolog egyébként. Én a szabályok ismeretében morning show-t mondanék. Tehát, hogy... Ja, tényleg! Igen. Neked mit írt? A pimassága bejön. A két vízletes, két kutya, két vízletes SMS-t. Hát az a lényeg, hogy a nap hallgatója lettem. Jó, megadjuk olyan persze, nyilván humor van mindenben, ahogy szokták mondani. Van egy ajándékcsomagod, jó? Ó, király, köszönöm szépen. Mindenféle relikviával. Benne Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomag. Ó, kész, köszi fiúk, köszi. Köszönjük. Mióta vagy a hallgatónk? Hú, amióta elindultatok. Amióta elindultunk. Van november 18, azt tudom, de hogy melyik év. Most már igen, amióta elindultunk a Klasszon, vagy még a Danubiusban? Még előtte is, persze. És még a Wunderschönt is nézem, az is jó. Na, hát most mondd meg. Hát, látom. Köszönjük. Még azt is nézem. Küldjük az ajándékcsomagot, köszi. Oké, és köszi, sziasztok. Ciao, hello. Gábor, hello. Jó reggelt, sziasztok. Na. Ahogy beérkeztem, láttam egy SMS-t, hogy szeretnének tőlem kérni egy dalt Demjén Ferenctől, Abaházi Csabának küldik a Szabadság vándorait. De jó. Csabi nagyon nagy forró. Adom. Ez jó. Csabi, gondolkodom, hogy még hányszor lehet ezt a dolgot elsütni. Tehát, hogy hány tréfát tudunk az Abaházi szabadságára kitalálni, de úgy tűnik, hogy szerintem nem vicces, tudod? Igen. Én tudom, én azt a napot várom, amikor januárban, mondjuk január 6-án már szabadságra megy, és egyszer megláttok megint engem, hogy te már megint mit csinálsz, és akkor mondom, hogy szabadságon ment az Abaházi. Meg ezekhez a sortüzekhez ő adja a muníciót, Gábor, tehát, hogy azért ne felejtsük el, hogy mi nem foglalkoznánk vele, ha itt le. Még ha visszajön, hány napja van, vagy hány napja marad? 70. Szerintem még decemberben is lesz neki néhány. Őrület.
őrület. Na jó, ki mit csinál hétvégén? Kérlek szépen, ma este koncertezünk Gáborral. Na, tényleg? Ha esetleg érdekel benneteket, gyertek el a forgatások után, ugye a Wunderschön előtt a Liszt Ferenc téren fogunk este zenélni. Van egy ilyen klubhelyiség, ott az egyetlen ilyen zenés hely, úgyhogy meg lehet találni. Várunk szeretettel. A kassa is mindig meghív, oda se mentek, én is meghívok, ide se jöttek. Így van. Legyen benne egy ilyen folyamatosság. De csak elmegyünk már, nem? Há, de hogy is. De, hú, most azt akartam mondani, de én hozzátok nem megyek el szívesebben. De aztán rájöttem, hogy ez igazából nem pedig, az, amit mondani akarok. Jó, hangosabban játszunk. Sokkal hangosabban játszunk, mint a kasszáj. Nem igaz. Dehogy nem. Dehogy játszunk hangosan. A zene a mi barátunk ennyi. Úgyhogy ez lesz most, aztán majd meglátjuk a hétvégét. Mikor van a Hooligans? 27, 8? Az, igen. 27. 27? 27. Főraktak már benneteket a reklámra? Nem a plakátokra? Nekünk, mi nem, ezt nem értem nem egyébként, hogy miért nem vagytok fönt rajta. De én tiltakozom. Jó. Legyen rajta a nevetek. Hát előzenekar vagytok? Hivatalos előzenekar? Igen. Akkor miért nem vagytok rajta a plakátokon? Nem, az tényleg. Na majd valamit kitalálunk, beszélünk velük. Hogy én ezt nem értek, föl kell tenni, vagy felszokták, hogy ez megállapodás kérdése? Illene. Special guestként. Ez szerintem ez egy szép gesztus lenne felétek is. Ha már ott vagytok és zenéltek az ő közönségüknek. Ez is igaz. Nyilván, ha rosszak lennétek, akkor akik nem titeket hívnak, hanem a Tibi. Biztos a büfében lesznek. nagyon készülnek belőle. Na jó, remek lesz a kívánságműsor? Óriási ürület? Amerika? Hát, folyamatosan olyan zenék lesznek, hogy szerintem nem fogjátok tudni kikapcsolni a rádiót, miután beültetek az autóba. Tényleg. Jó, meghallgatjuk. Na, ígérem nektek. Tényleg kíváncsi vagyok. 555-55. De nem mondtam el, hogy ti hova mentek a hétvégén. Mi hova mennének? Hát vasárnap pedig ájultan fogunk heverni egy kanapén. Nem ugyanazon a kanapén. Nem? Nem jössz át heverni? Egyébként átmehetek egyszer. Na jó. Gyerem. Mi a recept? Hú, a recept, Feri, recept. Az van, hogy gondolkodtam sokat ezen az ügyön, hogy miért szokták megutálni a nők, meg a férfiak is szerintem hosszú idő után a főzést. Én mindig anyukámmal beszélgetek erről, aki amikor megyünk, azt kérje, hogy csak egy dolgot mondj meg, hogy mit főzzek, mert már unom. Ő szegény ugye 8 éves kora óta ezt csinálja, hogy ellát különböző embereket. És aztán rájöttem, hogy azért, mert hogy nem merünk semmi olyat csinálni, ami új, ami lehet, hogy egy picit idegen. Tehát ha van otthon 3 darab csirkecomb, meg egy kis rizs, akkor azt megsütjük a combot, megfőzzük a rizst, és megesszük. Ami tök finom, nincs vele baj, de most van 3 darab csirkecombunk, meg egy kis rizsünk, és egy-két olyan dolgot kell a minden boltban kapható fűszert beszerezni. Most kezdődik? Nem. eddig a rizs, most jön az igaz. Nem, igen. Tényleg. Na. Hát most mi? Na, de mi most a fűszer, mi? Fahé, a standard, igen. Gyömbér. De a porított, nem a friss gyömbér. Tehát már egy kicsit nehezebb. Ne szórakozzál már bármelyik közében. Ne vicceljen gyömbér. Bárhova elmész gyömbér? Gyömbér, így van. Citrom kell bele, meg ilyenek, és ez egy marokkói étel lesz egyébként. Ott úgy hívják, hogy csirke tajin. De tényleg nincs benne semmi. Csak én arra akartam egy példát mondani, hogy ha valaki már marhára unja azt, hogy ha ez a két nagy alapanyag van, akkor abból. Ez, hogy lehet belőle más csinálni, ki kell próbálni. Így van, de ha nincsen bele Addis Abebai zsája, akkor hozzá se kezdjen. De zsáját is lehet kapni, Addis Abebát azt még én se találtam sehol, pedig marhára kerestem, de ha lesz, akkor hozok neked is. Fönt van a Facebookon a fotó, nézzétek meg, szeressétek. Nem a fotó, a recept. Vagy fotó recept? Is. Fotó is recept hát is. Csak senkinek nem néz ki az étel, amikor elkezdődik, mint a Feri fotó. Ezért nem szeretnek főzni. Ez baromság, szerintem bárkinek tudja ezeket csinálni, nem egy nagy kunst ez. Gábor jön a kívánságműsor, ami pedig hétfő 6-kor. Szevasztok, ciao.